budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után 16 perc. Jó reggel, itt vagyunk. Hello, hello, pedig itt voltunk, gyerekek, csak nem tudom. Akkor hagytuk a dalt végigmenni, mert eldubáltuk. Igen. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Hello, hello, mindenkinek, itt vagyunk, pedig. Pedig nem volt benne ennyi, már mint a dalban. Nem, és el is szoktam húzni, ha megjövök, csak aztán rámentünk, hogy milyen sötét van, meg már jön az őt. Mit tudom én, és aztán úgy elbeszéltük az időt, pedig ahogy bejövök, mindig elrántom. Szegény Pink, nincs vele baj. Na? De elhúztuk volna, csak elbeszéltük meg a... Legalább ment a jogdíja. Legalább megkapja a 250-et, igen. Meg megbeszéltük, hogy a Kami Jani nevezetű kis installáció nagyon szép odakint. Igen. Már tegnap kaptam a fotókat. Itt sárgál. Csinálta azokat a fotókat, amiket átküldtél? Hát, ha jót akarsz mondani, akkor mondom. Ha rosszat, akkor nem mondom meg. És miért egy Nokia 6310-sel csinált? Na, nem igaz. Szerintem nem. Csak neked ment át. Szerintem ez a fotó kifejezetten jó. Lebutítja akkor az MMS? Persze. Há, hogy Jézusom, mondom, megnézem már kicsit részletesebben, hogy néz ki belülről, mert engem az érdekel. Hát nézzek, ez ilyen. Majd megmutatom, hogy hogy jött át. Nem, az csak annyi, hogy Samsungra kapott. Nem vagy kompatibilis. Hát ezt most nézd meg. Hát ezért ez nem egy szarkép. Semmi baj, gyönyörűek a színek, fotó a fotóban, gyönyörűen néz ki. Egyébként tényleg nem rossz. Miért butítja le nekem ennyi? Volt egy ilyen érzésem, hogy várjál, tudtam, hogy valami baja lesz. Volt. Vagy az, hogy miért nem ő kapja meg, vagy hogy miért küldöm át, vagy valami, ezt mondom, mondom, átküldöm, nem rakom úgy ki. Hát ha bajom lett volna, akkor nem osztom meg rögtön. Nem mondom, átküldöm, nehogy kirakjam úgy, hogy mondom, akkor miért nem én kapom. Na jó, hogy nem én kaptam, miért nem én kaptam. Értem, mondom, átküldöm, de szerintem ezek gyönyörű képek, de szerintem az van. Nem szép. Nem. Nem, szerintem SMS-be kaptad, és szerintem az MMS lebutítja. Mutasd te, hogy kaptad meg, Muti? Szerintem maga a rendszer nem tud akkor átkezelni, és lebutítja, hogy egyszerűbbe küldje. Hát Samsung, hát most... Tudod azért, na mindegy. iPhone és iPhone között. Igen, van már normális technológia. Persze. Az a szerintem a Samsung nem bírja. Nem bírja a nagy felbontást. Átküldtem neked ezeket a képeket. Átküldtem ezeket a képeket. Tudjátok, hogy jól legyen kihoznak valami új készüléket. Az a legvidámabb nap, aznap a Samsungos. De legalább mi tudunk egymások kommunikálni. Mert nagyon szeretik a retrót. Múzeumi darabokat fognak a kezükben. Na, Muti, megnézem. Én azt is még gondolkoztam is, hogy hol jövök én ebből ki, basszus. És nem. Nem, jó, hogy nem tudok-e jót tenni, Manna? Nem nagyon tudok. De szerintem igen, mert rögtön megosztottam. Tehát, hogy, és a te oldalad változott, tehát nem külön. Igaz, hogy milyen menő. Na, tehát így hozzád, és te jól néz ki. Ez, tehát, na, hát ez igen. Jó, olyan, mintha egy ecsette festették volna, de csak így. Ha szeretitek a homályos képeket, vegyetek Samsungot. Ha hisztek a minőségben, továbbra is iPhone. iPhone 14. 1,5 millió forintért kapható a boltokban. Másfél, most már lassan 2 millió forintért kapható. Figyelj, nem, ezt lebutítod, de hogy kellett volna küldenem akkor? Viberen? Szerintem Viberen. De vagy Viberen? Ja, persze. De ismered a Viber. Tudod, mi a Viber? Tehát a Samsungosoknak az Androidos. Azért, most nézzük, szerintem ezt a Zsani csinálta, vagy a Vivi, nem tudom. Ezek a képek azért elég jól néznek ki. Nem, azok tök jól, csak meglepődtem rajta, mondom, hogy milyen képek készítették ezeket. De akkor miért nem írtál vissza, hogy Figyi Bali küld át normálisan szarat elod? Mert láttam, hogy úgyis kiraktad sztori, mondom, azt megjelöltelek, hogy át tud venni, igen. Hogy be át tud venni a képeket. De csak az egyike jelöltelek meg, ma aztán láttam átveszed, de aztán többi már elfelejtettem, mondom, kiírni. Kami Jani. Nem mindenki meg kellett, hogy jelöljek, de mondom, most úgyis átküldtem, de aztán akkor szar minőség. Na mindegy, a lényeg, hogy igen, lesz akkor időt kell. Fokozgatni, haverre. Csak a Viber nem butítja le. Ja, persze, bőven lesz. Hát az is butít, de nem annyit. Uh-huh. Az e-mail a legjobb, igen, az semmit nem butít. Az e-mailben eldöntheted, hogy mennyiben küldöd. Na, de hát 3.30, 6.40, 1,1 megabyte, tehát ott ugye te döntesz. Ha nagyba küldöd, akkor az nem butít. Hát vagy valamilyen web transfer, és akkor aztán meg végkép. Vagy felrakod Drive-ba, és onnan szeded le. Igen. De na, tökéletes, nem mindegy, nincsen különösebb jelentősége, mert ma úgyis készítünk majd róla rengeteg nagyon szép képet. Már ma reggel találkoztunk, tehát hogy azért már... Megsimogattad? Persze, oda mentem már, meg is örökítettem a nagy találkozást, megnézhetitek a sztoriaim között természetesen. A jó fotókat. Szép. Na mindjárt rád nézek, mit vagyok, a Samsung az... Őrült a biztonsági őr, hogy fotózhatott reggel? Ja, nem ő fotózott, egy járókelőt kérte meg, egy kedves
hallgató már ott volt, és a biztonsági őr nem fotózhat. Nem. Jó. Oké. Okay. Nem, csak én lenéztem, azt láttam, hogy vigyáznak rá. Igen, nagyon aranyos, hogy nehéz volt megnézni, hogy engedjen be, le kellett vennem a sisokom, le kellett venni a szemüvegemet, elő kellett venni a személyet, személyét, testi motozás is volt, minden. Tehát, a bukós is a szemüvegben nem biztos ilyen, hogy elsőre megismer. Tehát azért én is nézem ezt a fotót, így nem mondják, hogy te vagy. Igen, szép ez, az itt csecse. Miért hittem én azt, hogy ez ilyen nyergessel együtt jönnek, bennem valahogy az volt a feladat, hogy itt áll majd, és küldték tényleg a képeket, és írtam, hogy gyerekek, ennyi. És akkor ráviszont, hogy jobb volt, és hülye vagyok, hát nem hülye, miért tennénk rá pontos? A kamionos az autórészben alszik, a migránsok alszanak át. Szemlegződésem volt, hogy beállni, de tudod, egy ilyen brutál nyerges, 6 tonnás, mit tudom, hogy milyen nyerges, dupla platós, 16 kereges. Parti helyszín. Igen, egy iszonyat brutál. Szeret, hogy igazából miért hozták volna ide a vontató rész, hát csak a fejét kell idehozni. Egy dolgot több kamionos is megírt, hogy addig nem vagy kamionos, igen? Amíg nem kakkantottál a platón. Azt ma reggel kérdezik. Hát, ezért kellett volna a plató. Hát, a kakkantást nem ígérem meg, de hogy zuhanyozni biztos, hogy fogok, tehát ezért nem fog ide följönni, meg ráadásul annyira jó zuhanyzó sátrat sikerült szereznünk, hiszen ember nincsen még, aki a hegy alján, mi fényes nap, hát nem tudom, hogy fényes nappal lesz, de minden esetre a hegy alján egy gyalog átkelő helyen zuhanyzott. Tehát, hogy ilyen biztos, hogy nincs. Már megint. Aha, épített vízzel, kifejezetten ilyen túrázóknak készített zuhanyzó sátor. Tegnapi talányok felállították, meg megnéztük a sátrat is. És a sátor sem volt rossz. És figyeljetek, nagyon-nagyon komfortos lesz. A grillszetten gondolkodom, hogy azt kapok vajon, vagy nekem kell hoznom. Szerintem hozd. Taxi. Beülsz, az a baj, hogy akkor elektromosat kell hoznom, viszont azt nem úgyis akartam kérdezni, de majd az okosok ezt elmondják, mert lesz nekünk szerintem olyan emberünk ma, aki elmond mindenkit egészen pontosan, hogy egyrészt laptopoznom az kell, tableteznem az kell, mert meg kell néznem a konvojt, ugye? Ja, a filmnézés. Természetesen az le van, tehát konvojt meg kell néznem, meg sütögetnem is kell. Most, hogyha sütögetni akarok, akkor hoznom kell valami elektronos cuccot. Ahhoz meg azért nem elég a powerbankom. Hát a kamionban van akkumulátor. Hát én nagyon remélem. Szerintem van átalakítójuk. Én kezdő kamionos vagyok. Hát ide egyébként neked egy nagyobb hosszabbítót is behúznak föld alá. De az az igazi, a srácaink. Ja, az azért nem jó. Vagy lénkábelt. Sárga, hát figyelj. Itt simán egy lelógatják neked a teraszról. Hetes éjszaka így letjük. Ott nagy élet lesz. Tehát, hogy már nagyon várom már. Amúgy egyébként még Monika is mondtam este, hogy nem kéne a kutyákra vigyázni, akár eljöhetne ő is, és akkor meglátogathatna, bekopogna, aztán érte, ott aludhatna. Jöjjön kutyás. Kamionba. Ahhoz már szűkőcsik a hely, de egyébként, hát Tira, az úgy élvezné, tehát imádja az ilyeneket, szóval biztos, hogy nagyon bejönne neki, tehát jó lenne, de hát, hogyha már nem ér rá, akkor majd csak lesz jelentkező. Hát persze, aki betéri ide hozzá. Valaki bekopogtat. Figyelj, nekem írtak már Instán, hogy jövünk, igen? Gyerekek, dudálunk, ott leszünk, jó. Nem fog aludni, mindent megteszünk, jövünk, aha, ünnepeljük, elmegyünk, dudálunk, tehát be vannak izítva, embereim be vannak izítva. Holnap egy picit elmacskásodva fogsz ébredni. Visszadudálok, aztán... Nem kell, de csak élvezd a kürtöt. El leszel egy kicsit macskásodva reggelre. Jönnek, hát ezeket fejükbe vették. Hát most mit tudunk csinálni? Az itt lakók, azok meg fognak bolondulni. Tényleg. Hát ugye elmondtuk tegnap, hogy aki elmegy itt este a hegy alján, az két pici dudával azért az egy ilyen jelzés érték. Hát ahogy a kitelepülésen elmegy a kukás előtt, az üvegstúdiót, hogy a dudá, hát az legyen egy pici duda, amíg ott kamionos ott alszik bent a kamionba. Pici duda, közepes duda, nagy duda, nekem már mindegy, már nem vagyok. Csak duda legyen, az a lényeg. Fél Szabolcs felvetés, nagyon okos és nagyon logikus felvetés, hogy mennyi a túlóra pénz. Hát nyilván majd a szélsznek kell benyújtani a számot. Szabolcs bejön, akkor majd beszélek is vele. Majd Magdolna elmondja, hogy sem ennyi, és hogy ugyanannyi. Ja, és ja, igen, és hogy semmi látni való, és jobb, ha nem kérdezünk semmit. Igen. Elmondja, amit el kell mondania. Persze, hogy na húzas. Elmondja, amit előírnak na, neki. Na tipli, mert van más logo, ne kell jönni a biztonságban. Igen. Na jó van, gyerekek, oké, szivattyús, szivargyújtós inverter, és lesz benne 220, amúgy nincs benne. Ó, oh, jaj. Tehát egy szivargyújtós inverter, ez kell neked, ez a megoldás, ezt többen elküldték, hogy a szivargyújtós inverter. Jó, igen. És néha be kell indítanod a motort, mert egyébként leszívja az aksit reggelre. Igen, és el kell, hogy bontassak.
Na, ezeket majd mindent elmond nekem az ember. Tényleg, semmit nem kell indítani. Felejtsd el, egy az, napig, egy éjszakára. De az, hogy mihez ne nyúljak, azt mindenképpen el kell mondani. A szluszkulcshoz. Az a legfontosabb, mindenhez nyúlhatsz, a start-stop gombhoz nem, meg a sebváltóhoz, meg a szluszkulcshoz. Tészi féket ne enged ki, soha. Igen. Szerintem ki is van támaszva, egyébként elmondom neked. Igen, alá van. Szerintem biztos. Hát csak. Biztos, hogy hát bármit megnyomsz, el se tudsz indulni. Ha persze. Tehát, hát mivel a kulcs nem is lesz benne. Ügyes fiú átugratja. Bakcsomó pont felé lejt egyébként ott. Hát, hogy nem is biztos, hogy az a kis kordon nem állít meg egy ekkora dögön. Megállnál az ÖMV-k útnál valahol. Igen, és kézed arra se ébrednél föl, tudod. Nagyon aludnál. Igen. Össze-vissza csapódnál le föl, de nagyon aludnál. És megállna a kereszteződésbe, és állna az egész város. És már a tűzoltak vágnak ki az ajtót, mert én bent aludnék. Igen. Na gyerekek, jól van. Oké, nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. István, nem hallom, itt van-e? Én szerintem velünk lesz ma is. Nem? Tegnap jó volt a naphallgatója. Igen. Hallottatok az esztergomiről, foglalkoztak vele? Hallottunk, hát kicsit megvárjuk, mit tisztulnak az események, aztán lehet, hogy foglalkozunk vele. Egy gázrobbanás történt, valaki ott magára gyűjtötte, nagyon nincs miről úgy témát csinálni belőle. Szomorú az eset, inkább nagyon, igen, hogy megint egy rendőrnek kellett meghalni. Én még a friss reggeli híreket nem olvastam ezzel kapcsolatban. Tegnap este, mielőtt álomra hajtottam kisebb, akkor hallom, hogy úristen, esztergomi robbantás, meg a rendőr meghalt. De nem terrorakció, nem, tehát hogy ezzel így ebben a formában nehezen tudunk foglalkozni. Vagy bűnözőt akartak ugye elfogni. Vagy tudatosan magára robbantotta. Most az a hír, hogy ez történt, igen, egy bűnözőt akartak elfogni, és ahogy betörték az ajtót, akkor magára robbantotta. Ebben hunyt el sajnálatos módon egy rendőr is, meg van egy csomó sebesült. Részvétünknek is, illetve a családjának kocsán. És igen. Jobbulást a sérülteknek. Uh-huh. Ennyi a hír. Igen, ennyi van, hát ezzel így nagyon nem tudunk foglalkozni. Zavart elmélyű, igen, fenyegetőzős férfihez vonult, aki aztán egyszer csak robbantott, ez az ügy, ezek a legfrissebbek. Azt mondja, hogy oké, minden más megvan, jó van, elmondtunk, igen, mindent, akkor elkezdjük. És akkor holnap mi ébresztünk reggel téged, ugye? Persze. Reggel lemegyünk. Persze, hatos bekopogás. Mondom, hatos bekopogással. Nem állítom be. Nem állítom be az órán az ébresztést. Ne állíts ébresztést. Ébresztetek. Hát amikor jöttök, én akkor ébredek. De tudod, milyen vagy egy fél óráig ébredés után? Tudom. Ez benne a vicces. Borzasztó. Nem az lesz, hogy kávét kotyogtatsz már reggel, mire mi odaérünk? Nem. Szerintem nálam ez úgy szokott működni, hogyha ilyen új helyen vagyok, akkor nekem az egy ilyen felüdülés. Biztos, hogy elképesztően jót fogok aludni. Én 100%-ig biztos vagyok benne. Nekem ezek mind ilyenek. És igazából független attól, hogy most ez egy nem tudom mi, egy prics, egy hálózsák, egy derékhaj valahol, egy laticel, vagy pedig egy kamion, tehát ez pedig iszonyatosan kényelmesnek néz ki belülről. Illetve már írták is nekem hallgatók, kamionosok, akik hasonlóval, illetve ugyanezzel a típussal járnak, és azt mondták, hogy ilyen. Pöpec. Kivéve, ha nem sikerült viszint beállítani, és fél óránként leesel. Ja, ebbe benne. Ebbe jó, benne. Jó, minden, igen, nem lehet király. Hál' Istennek abba az irányba zárt a kamion. Ja, tényleg így áll. Igen. Jól van. Na, elmegyünk akkor hírezni, reklámozni. Fél hét van. Jó, ébredezzetek, aztán jövünk mindjárt a játékkal. Rögtön a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 7 lesz, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, sziasztok, drága hallgató. Ciao, hello. Most még ne dudáljatok, nem vagyok a kamionban. Nem, még nincs olyan, hogy a kamionban. Jó, de a kamion már ott van, tehát hogyha így valaki van, szépen lassan, természetesen a elsősorban a vezetésre koncentrál, vagy kicsit, hogyha ha mondjuk az Erzsébet így irányában, vagy akkor így... Tartanás felhívás, természetesen a volánon tartva mindkét kezét, 10 óra 10-es fogásban. A sebesség csak egy pillanatra jobbra tekintve, volán mögül. De a biztonság és a vezetés szem előtt tartva jobbra tekint, hogyha az Erzsébet híd irányába alatt, ha meg a Bakcsomópont felé, akkor balra, akkor láthatja ezt a gyönyörű szép, az én űrdongómat. Igen. Egy kicsit olyan, igen. Ugye? Az a baj, hogy igazából olyan, mint hogyha a űrdongó és Optimus fővezér valamit csinált volna, mert hogy kamion és sárga, tehát hogy ez nem kifejezetten űrdongó, de a kettő között van. Úgyhogy van egy picit ilyen transzhorrorszes beütés. De többen írják, hogy hol a többi része a kamion negyede már itt van. Igen, többen jártak úgy, mint én is vártam egy iszonyatos. Nem, az rosszul 38 tonnás pótost oda rosszul lerakva. Csatolták fel, igen, és most az lent van a MOL kút. Befarolt az ÖMV kútba. Igen. Azt írva, aki nem hallja Isán, hát dehogy nem, hát folyamatosan velünk van. Hát persze, István, már negyedik emberünk, gyerekek. Hát persze, hát ne vicceltek. Hát. Szia István, jó reggel! Na, jó, 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 jó,
voltál az estét. Látod a kamiont is? Na, ugye? Jó. Na jó, hát azért az nem akár. Estére hazaérsz, itt leszel Janival? Nem tudsz bemenni a kamionba, István. Nem, azt ne várj, jó? Tehát ezt tudod, tegnap is elmondtuk, hogy nem tudsz bemenni. De örülünk, ha jössz, és abszolút jó. Sikerült megemészteni a tegnapi játékot? Ezt nem igen, mondod. Hát igen, ezt megértem, ez nem lesz, lesz könnyű. És tényleg egy férfiról vigasztalottál? István, hát köszönjük szépen az őszintességet. Hát na, ez több, mint amennyit jó, mi elvárhatunk, de nagyon rendes, hogy ezt így igen, elmondod. Vagy egy nem, de hogy igen. Részletünk a menően. Igen, igen. Na megyünk, jó, vigyázz magadra. Jó? Oké, neked is. Itt van, gyerekek, itt van. Hát mondom, hogy végig velünk van. Jó? Még az időjárást elmondod, István? Na, csak hogy Feri helyett, akkor mi várható ma, így van. István, milyen időnk lesz? Amitjár mindent. Szuper. Köszönjük szépen. De jó ezt hallani. De jó vagy. Az időjárás jelentést támogatta a Terralux Magyarország hőszivattyúja. www.terralux.hu. Na, és akkor most hagyd nézek rá az SMS falra és a Viber üzenetre. Időjárásban. Egyébként jobban mondja. Összeszedettebb, rövidebb, még rövidebb, és még frappánsabb. És sokkal több az információ benne. Miért fuvarazással foglalkozik ez a srác? Miért nem egy rádióban dolgozik? Elképesztően. Illetve jöttek komolyabb SMS-ek, István nem hallatszik. Köszönjük szépen, megjött a másik, nem halljuk István. Nagyon szépen köszönjük. Ezek halálosan komolyan, csak mondom. Tehát ez nem a vicc kategória. Ahogy tegnap sem a vicc kategória volt, nem halljuk István. Jó, de szeretem azt a mindenségét neki. Ja, Istenem, nagyon jó. Nem hallani a játékos. Nem hallani a játékos, smiley nélkül. Köszönjük szépen. Dolgozunk a vonalaink minőségében, egyelőre nem találjuk a hibát, de meg fogjuk találni, higgyétek el. Kimenőnk van benne, jövők, no, sajnos nincsen. Olyan ízesen beszél is. Egyébként tényleg van benne valami, nagyon-nagyon ízes. Nagyon. Ízes, igen. Igen. Na, itt van a másik játékosunk is. Haló, jó reggelt. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Jó reggel! Szia! Jó reggel! Téged is kiváló hallunk, ahogy Istvánt is, igen. Niki, mi újság, Niki? Nem sok minden, most hoztam a páromat dolgozni. Hoztad a páromat? A gyerekeket. Igen, mert még nincs a jogosítvány, a készülőkben van. Uh-huh. És akkor hoztam dolgozni, de kígyóssal. De hány éves a párod? 17? Készülőben van a jogosítvány. Vagy csak későn érő típus, vagy mi van? Hát nem, csak nagyon drága a jogosítvány, nem olyan gyorsan megy. Egyébként ebben igazad, a mennyi fél misi már egy jogsi, ami felfoghatatlan állam. Igen, rettenetesen. Már egy óra vezetési óra 10-11 ezer forint. Igen, ez a jó ötlet volt, a jogosítvány ötlet volt a Provident. Nagyjából így szerezte a magyar jogosítvány, nem? Köszönjük Cibbank a jogosítvány. 12 havi részletre meg lett a jogsi. Hát azért ez nagyon durva, tényleg nagyon durva. És hol tart most? Hát a vezetésnél már. Gyorsan meg lesz. Akkor már lassan a célba leszünk. És ott új kíjós környékén tanul vezetni? Mert hogy ott ugye azért... Nem, Békés Csabán. Békés Csabán, bonyolultabb dolog. De igazából Békés Csabán milyennyire drága? Hát ott maximum a lovaknak kell abrakot adni, nem? Tehát, hogy nem egy jogosítványhoz. Hát ez meg déleforgalom, nem olyan sűrű. Kocka cukor, egy pici abrak, aztán húzod balra, jobbra, és kim van a T betű, a csikón, érted? Megkerül egy kombányó, és a kocsisnak a bor. És a kocsisnak egy kanna bor. Hát nem értem, a Békés Csaba jogosítvány miért olyan drága. Hát van, a lovak abrakja, meg a zab azért, az nem olyan húzó. Csak annak kell figyelni, hogy a hepehupák miatt nehogy a kormány kugorja. Hát a benzin gázolajra mondják, hogy ne, a gázolaj, ezt meg tudjátok, hogy nem egy Feri. Szőkítik. Viccel, meg leszívjuk. Nem is tudom, a Feri mondta meg, én a motoros jogsit, amikor befizettem, ami 2 vagy 3 kiló. Hát mondjuk el is égethettem volna, hogy odaadhattam volna valami alapítványnak, hogy már olvastuk a sima autósról is, ami tényleg van 4 vagy 500. Felfog, ide a végére érsz 4-500. Felfogad. És ebből lesz nyarvalni? Dupla az EU miatt. B plusz. Nagypapa, mondjon erre, kérem szépen valamit, nagypapa, erre ugye. Mit gondol erről nagypapa? Macskas Brüsszel! Köszönöm szépen! Mindig más a hibás, nem a kormány. Nem, hát a volán nem rendi hibás, hát te fogod a volán. Hát nem hiszem, nem tudom, mire gondolsz. Hát a volán, hát nem így, így van. Hát a volán nem lehet hibás, az a hibás, aki a kormány mögött ül. Vagy a kormány mögött áll. Igen, a kormány nem hibás. Nem, a sose. Nem egyszer. Na Isten, de milyen jó kis vidám csaj vagy, milyen nagyokat nevetsz. Ahhoz képest, hogy ingetek voltátok el, megyen azt a... Igen, ahhoz képest, hogy most kell beadni az Aciban családi hékszert, hogy meglegyen a jogosítvány, ahhoz képest tök jó kedved van, Nóri. És az autót is eladtuk. Most adtuk el az autót, hogy legyen jogosítvány. Niki, kivel játszanál?
Én a Ferivel. Na, egy kígyósi. Egy kígyósi, egy kígyósi. Nem vagyok kígyósi, a párom még régen innen jött, mert ő neki a családja ide származik. Azóta kigupálódott. Szembe köptél bennünket. Ja, jó van. Megtagadod a munkát. Ne is adjanak neki jogos. Igen. Na, gyerünk! Na! Na, gyerünk akkor! Oké, oké, ja, én topa tapsolok, itt meg dobolok, ha egy ilyen ütöm a pultot, meg tapsolok, érted, mint valami debil, ahelyett, hogy indítám a dolgokat. Na! 3, 2, 1, fire! Szabad kígyósról jársz át, az közel van. Nem, Gábor. Köszönöm, szuper volt. Nagyon jó, nagyon jó. Elég erős játékos. Nagyon köszönöm, éreztem, hogy velem vagy, Miki. Elvéreztem, bocsi, ez nagyon durva volt. Én nem tudok egyszer egy ilyet kapni. Igazi profi vagy? Nem is csoda, hogy nem vagy kígyósi. Hát ezért nem vagy, látod? Mi nem csinálunk ilyet. Mária. Nem tudok rád haragudni, mert annyira cuki vagy. De nem, annyira jó fej vagy, nem tudok rád haragudni. Nagyon ilyenkor... Vagy nagyon szeretnek, vagy nagyon utálnak, megnyitom a számot, de többnyire szeretnek úgy. Én nagyon szeretlek, Miki. Az van, hogy mást ilyenkor ízekre szedünk. De te nem tudok, mert aki ilyen jó ízűen tud nevetni, meg ilyen vidámmal, nem tudok haragudni, de mást ilyenkor mi már ízekre kapunk a Janival. Minek telefonáltál, hogy mit akarsz ebbe a játékba? De annyira jó kedvű vagy, hogy rád nem tudod. Beszélni a lányom, na. Ő próbálkozott, még bementünk szendvicsi a gyerekeknek. Anya, megpróbálhatok, mert én szeretnék Balázsval is, Janival is, meg Ferivel is beszélgetni. Lehet, hogy jobban jártunk volna, Tomás. De ez az anyukád. Ez az anyukád, és te vagy a kislány, mert nem adtad a kislány, nem beszéltünk még vele. Hát akkor add oda egy kicsit, beszélünk vele. Hány éves? 28. Sziasztok! Na, szia! Hogy hívna? Búdi Alexandra Luca. Alexandra. Csak simán Szandi, vagy Luca, vagy mi, hogy, hogyan jobb? Szandi vagyok, simán. Szandi, kem hányadikos vagy? Fél, jönnek a hülye felnőtt kérdések. Ötödikes. Ötödikes. Hogy megy a matek? Mi a kérdés? Jó, megszerettem. Igen? Megszerettem a matekot. Mert jó tanárod lett ezek szerint. Igen. Van még, aki tanítson. Na, ez nagyon szerencsés. Mi a kedvenc tantárgyad? Nekem a rajz. Jól viselkedsz órán? Igen. Vannak barátaid? Igen. Nagyon jó. Sok ötöst kaptál a héten? Igen. Nagyon jó, ügyes vagy. És te is akartál volna velünk egyet játszani? Igen. Na figyelj, akkor holnap te játszol egyet valakivel, jó? Na és melyik jó? Országban képzeled el a jövődet? Jó. Igen. Figyelj, akkor megbeszéljük Annával, hogy ma, holnap te. De engem válasz, ha úgy játszol, mint anyád. Jó. Jó? Mit szólsz holnap? Mert ugye te akartál játszani, de akkor van bátorságod? Játszol egyet velünk holnap? Igen. Na. Van bátorságom. Nagyon cuki vagy. Gyakoroljál, mert most sok igen mondasz. Igen, akkor most gyakoroljál, készülj rá, készíts ki az osztálytársaidat, menj rá mindenkire, és akkor holnap meg játszunk egyet. Na, mit szólsz? Jó. Jó. Jól van, nem lesz nehéz anyut felülmúlni. Hallottad anyukádat? Tessék, hallottad igen, hallottam. Na és mit szólsz, hogy játszott? Büszke vagy? Na, milyen volt a mama? Hát... Őszintén. Ne. Őszintén, nem most megbontatod, nem hallja. Nem mondjuk el neki. Mit gondolsz róla? Hát mondjuk. Jó is volt, meg hát egy kicsit rossz is volt. Édesem, te milyen aranyos vagy, nagyon cuki vagy. Ismered a loser szót? Figyelj, de holnap játszunk akkor egyet, tiéd a terep holnap, jó? Jó. Na, akkor hívunk reggel. Jó. Add jó, még jó. A mutert egy kicsit. Jó. Puszi. Szia, figyelj az óráházi példadat, hogy csinálj, puszi. Korán feküdj le. Most fogad, korán feküdj le. Jó. Puszi. Na. Sziasztok. Szia. Nincs telefon. Aranyos, holnap nagyon játszunk vele egyet. És elver úgy, mint az álom. Mint ez mekkora lesz. Itt vagy, Nóri? Nóri? Na, sziasztok! Na, hello, nagyon na. Cuki vagy, Niki, bocsánat, nagyon cuki nagyon a kislány. Aranyos. Nagyon aranyos. Ugye? Igen. Köszönöm szépen. Igen. A büszke is vagyok rá, van még egy iker fiaim. Mi van? Hogyan? Hogy van egy iker fiaim? Két iker fiú van még? Van, igen, van egy iker fiú pár. Hát akkor sok az megjött, nem? Nem igényeltük. Miért? Három gyerekre? Hátának vannak nagyon sok hátulütői, nem mertem belevágni a párommal, úgyhogy inkább hagytuk. Ha megvan három gyerek, ne hagyd bent. Az nem kell, azt már akkor nem kell visszafizetni. Megvan a három gyerek, tényleg. Az akkor szívás, ha bevállalsz valamit, de ugye nem jelenik meg a kvóta. Hát én szeretnék, csak nem jön össze. Már még gyereket? Már most mi van? Igen, még kettőt vagy hármat. Wow, Jézus, atya úristen! A gyerek, hova? De miért? Minek? Mire hajtasz? Én semmire. Csak úgy szeretem. Én nekünk mindig nagy volt a család. Igen? És nagyon szeretném azt, hogy majd ha trottyos leszek, vénas, akkor a
az unokáim, a gyerekeim ott legyenek körülös körül, és csak nézem őket, hogy mindenki zsivong, zsivong, és mindenki szana szét. De jó, egyébként tényleg van valami. Igazad van, és a technikai része sem elvetendő. Igen, de az lehet anélkül is, hogy eredménye lenne. Hát ez nagyon ügyes, és akkor még kettő, hát három? Hát még hatan vannak testvérek, mindegyiknél 5-6, meg 8 gyerek van. Mondjuk az menő lehet egy ilyen karácsony. Egyébként ez tényleg van valami, akkor sok gyerek, sok unoka. Nem karácsonyozunk, mert elmegy a gatya. Ja? Jó, hát nincs ajándék. De nincs ajándék, de viszont ebéd, meg játszanak a gyerekek, sincs. Összejövünk, de az van. Az de van, jó, az ez van. Tök jó. De arra jön, hát, a gyerekek majd, amikor felnőnek, azt fogják mondani, hogy jaj, de jó, hogy öten voltunk testvérek, soha nem volt karácsony ajándékom. Nem kaptunk. De jó választásunk. Így családon belül megoldjuk, de mindenkinek nem tudunk venni, mert hát tényleg 32 unokatestvér van, 33. Jézus Mária! 32-33 unokatestvér, és az rengeteg. De várjál, nektek, akkor ezek szerint egy saját falutok van. Tehát, hogy nem valahol így nincs. Igen. Ha összedobjátok a pénzbe egy elnépetelenedett falut, meg tudtok venni. Miki falva. Na jó van. Puszilunk, akkor holnap hívjuk a gyertkölcsöt, játszunk vele egyet, megígértük neki. Jó, hadd örüljön. Rendben, köszönöm, aranyosak vagytok. És üdvözlők az unokatestvéreidet is, mind a 32. Van egy nyeremény, ezek, hogy nektek félfogatósra lesz, elég annyian vagytok, de azért megmutatom, jó, figyelj. Gratulálunk. Nyereményed egy 20.000 forint értékű vásárlási utalvány. A Burger King jó voltál. Figyelj, gyorsan kiszámoltam. Megnegyedeljük, meg megfelelzzük. Igen, amennyien vagytok, ez mindenkinek egy szál sült krumpli. De jó, pont tartogathat egy majonéz, meg vagytok. Jó sok sóval az ingyen. Igen, sok sóval. Jó. Na puszi. Puszi, sziasztok, ciao. Jó munkát. Hello. Gyerekek, azért le a kalappal. Ennyi gyerek és ilyen vitalitás, jó kedv. Milyen jó kedv volt, milyen ritka, ha valaki ennyire felszabadult a jó kedvű. Milyen búskomonak tudunk lenni, nem? Ilyen aranyos volt. Semmi nevetett, nem számított neki. Semmi nem számít, jó kedvű, mosolyog. Milyen jó ezt hallani, úristen. Hmm. Nem? Vagy valaki ilyen görcsöl, vagy stresszel állandóan, hanem így ilyen jó ízűen tud nevetni. Ez nagyon. Aztán. Holnap játszunk akkor egyet a gyerekkel. Nagyon komoly. Na, cuki volt a gyerek is. Nagyon aranyos, aranyos, volt. Aranyos volt. Nagyon cuki volt. De én akarok olyan játszani, hát ha úgy játszik, mint az anyja is. A 13%-on följön 16-ra. Ide nekem a kicsit. Nem mondom, az lesz a vicces, ha a kis csaj elpáhol. Igen, és úgy elver, mint a húzat. Igen. Játszon az egész család, tudod, és még december 12-én, és itt van Nóri 23. unokatestvére. Igen, és csak nyomja. Na jó. Aztán. Mi van? Nem ez az 5-6 gyerek. Ja. Nem, mert Feri mondta, hogy hozzájuk előbb jut el a Mátyás keserű, mint a Gyurex. De hogy... és jobb is. Igen, megmondom őszintén, én ezzel úgy vagyok, hogy szerintem erre effektíve születni kell. Tehát, igen. Hogy ez úgy kell, hogy igen, én ezt akartam, és ezt szállom. 5-6 gyerek az már egy szolgálat. Igen, az nagyon... már reggeltől estig. Az az. Micsoda, most kezdi el gyártani a kislány, 5-es, 11 éves. Hm? Igen. Akkor már szépen fölneveli majd a 6-at. Szerintem erre külön születni kell. Ahol idegrendszerileg, hozzáállásban, türelemben, ahol életszeretetben. Ahol egynek van ott a második sem éhezik, ahol kettőnek van ott a harmicsatban. Ruhát az öröklik, kétszer. Igen, még nem is csak az anyagi része, mert azt még talán megoldott, hanem az idegrendszeri meg az egésznek a része. De én látom ezeket a típusokat. Nem úgy csinálják. Nem úgy csinálják. Tök más, és nem stresszel annyit, és nem görcsöl, és a nagy altatja a kicsit. Lazák, sokkal lazábbak. Vannak emberek, akiknek ez az életük is, én maximálisan tisztelem őket, mert ez egy óriási, tehát egyfajta teher is, de rengeteg örömöd is van belőle, az is egészen biztos, de az tény, hogy ők gyakorlatilag ennek az életmódnak egy picit a rabjai, mert hát itt aztán igen. Itt aztán igen, csak ő nem éli meg, érted? Persze. Tehát, igen. Hogy rengeteg, annyi, ő kompenzálják azok az örömök, amiket egyébként van. Ha 6 gyereked van, akkor például nincs az, mint az egy, vagy még a 2 gyerekesnél, hogy te vagy a szórakoztató központ, érted? Igen. Ott már ezt úgy elengedett, hogy... De nem, el kell viselned a zajt, a zsibongást, a fürdetést, a koszt, a maszatolást. Tehát ez idegrendszer. Szerintem ez tényleg ez egy típus, aki ezt bírja. Igen. Tehát, hogy ez külön. Na, ez a típus, ez szerintem Niki típusa. Tehát, nagyon optimista, nagyon pozitív, nagyon vidám. Igen. Vannak nehézségeik, de nem foglalkozik velük, pozitív dolgokra koncentrál. Na, példaértékű. Le a kalappal. Hát ezt majd a következő életemben kipróbálom. Ez... Én az utániból. Igen, ezek nem mi vagyunk. 2 perc a 7 óra, jövünk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egy.
egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Hey, 7 óra után 11 percen itt vagyunk, Feri, Bali és Kami Jani. Sziasztok, jó reggel! Hosszabb nevén Kami János. Kami Janos. Kami Janos. Kami Janos. Hashtag Kami Janos. Hashtag Kami Janos. Gyerekek, aki elmegy a Hegyalja úton, az már integetett, ott van az installáció, a pótos az leszakadt és becsapódott a bakcsomóponttal váltó MV-kútba, de igen, itt van a fő rész, ami nekünk nagyon fontos. Az utasok és kiderült, hogy 36 darab migráns és 43 darab LCD TV volt benne, amit idehozott a Waberert. Igen, most a Börzsönyben. Most a Börzsönyben kóspallagon kóvályognak, hogy megtalálják a Szlovákiába vezető hidat. Nem is ez a lényeg, hanem, hogy itt van a kamion lent, gyönyörű, egy olyan Volvo kamiont pirított ide, gyerekek, a Waberert, hogy a hagyatokat leteszitek. Kami Janosnak olyan jó dolga lesz te, hogy azt komolyan mondom. Zsírú jöcsi, még rajta van a nájlon, az fog fölödni egész éjszaka testem ott fog izzadni, hát nem kapcsolom be az állófűtést, mert az is van rajta, amúgy. Így van, minden van. Nem mutatják meg neked, hogy hol van. Figyelj, még elrontod. Minden van, úgyhogy nézzétek meg, és Jani délután beköltözik, úgyhogy én más te jövök a gyerekkel téged megnézni. Nem megnézni, megdobálni. No, ezt a kis füstbombát, dobd be Janinak gyorsan. Tényleg jöttök? Hát persze. Én mikor, hánykor körülbelül? Mi között is jövök este felé. Meg viszem a gyereket boxolni, és akkor utána. Ami? Hánykor van? Az egy olyan sporti szembeállsz a másikkal. Ja, akkor tényleg is. Igen, egy van egy kesztyűrajtad, és bepancsolsz. Melyen 6-7 körül meglátogatom majd. Tök jó. Kicsi is megnézi a kamion. Én fél 8-ra kérem, most megnézhetjük belülről. Kapunk egy kis protekciót, hogy megnézhetjük belülről? Körbevezetlek benned. Tartasz nekünk egy tárlatvezetést? Figyelj, hogyha úgy jöttök, akkor csinálok nektek, sütök nektek. Van, itt Ferinek volt egy baromi ötlete, hogy a benzinkutakon lehet kapni ilyen egyszer használatos grilleket. Olyat fogok venni. Igen, mert most, tehát ezt nem tudom, hogy a kamionra rá tudsz-e kötni elektromos grillt, nem, akkor kell egy átalakító. Azt mondták, hogy az inverter. Sok, hogy az sok. Nem nekem, kell, van egy inverterem, rájöttem egyébként, hogy én évekkel ezelőtt vettem egy prémium, hát gondolatjátok, egy prémium kategóriás átalakítót, tehát amit szivargyújtóról tudok üzemelni, az tökéletes erre, de az pont arra jó lesz, hogy megnézem a konvojt majd laptopról. De nem akarok elektromos sütőt hozni, mert ezt többen írtak kamionosok, hogy az biztos, hogy leverni a biztosítékot, úgyhogy marad ez a benzinkutakon vásárolható egyszer használatos grill. Itt fölműtöd vele a rádióépületét, átfújja a szél. Da, igen, egy kis grill sajtot csinálok rajta, egy kis, nem tudom, borsófehérjéből készült kis műhúsit, meg egy-két, mit tudom, kápia paprikát sütök rajta, kis hagymát ezt megmelegítem rajta a brownit, amit majd küld a burger. Ja, ha jövök, nem. Bár ugye már most szakad az eső, tehát jó, de ez várható. Estére jó lesz egyébként. Hát ez kezdett szakadni az eső semmiből. Igen, ez nagyon, de szép fények vannak itt Budapest felett, nagyon. Igen. Azt mondja, hogy M3-os Budapest felé baleset 42-esnél, no. Szent René 10-es úton mindenki kerülje, eszméletlen a sor, Ive drága, úgyhogy elküldett, köszönjük. Újhartyán M5-ös terelésnél baleset, pécsi frekvencián hírblokk helyett zene szól, azt ne bánjátok. Jobb, sokszor jobb az zene, mint a hírek. Viszont Sopronnál is van valami, Zsűl, nézd meg, léci. Elvonási tünetei vannak Daninak, valószínűleg, hogy villadás vödörre, a fluoroszeptes víz megint ráborult a káberre, és Irma néni a takarító. Túlzásba vitte a Soproni frekvencia takarítását, ezért nem alapos, szól. Nálunk így hallgat el a hálózat néha. Valaki kihúzott egy Jack Duo-t valahonnan. Hát ez a hálózat egy nagyon komoly intézmény. Ez semmi az egész. Ez olyan, a NASA nézni, érte. Ez hogy működik? Komolyabb hálózat vagyunk, mint amit a gombák beszövik az egész világot, érted? Tehát, hogy így sehol nincsenek a föld alatt futó gombahálózatok a rádió egy hálózatához képest. Csak ne essen, mert azt nem szeretjük. A mi hálózatunk az tökéletes, egyetlen probléma akkor van, amikor a takarítónőnek lemerül a telefonja, és kihúz valamit, hogy feltöltse. Igen. Azt nem kéne. Ahogy látom, írt egy másik kamionos, és majd indítsd a sűrűn a Volvot, mert hamar lemerül. Ő egy szkániás valószínűleg. Ha, igen, így van. Van egy kis irítség, haver. Igen. Gyerekek, kézzétek el, nem tudom, ezt észrevettétek-e, de érdemes belőle témát csinálni, hogy néha milyen jó, hogy az ember elhagyja a bankkártyáját. Aha. Számos, na várjál. Számos előnye van. Számos előnye van ennek, és szeretném veletek megosztani, és érdemes mindenkinek egy egyszerű önvizsgálatot tartani, hogy milyen érdekes, amikor te elhagyod a bankkártyádat és letiltod. Ugye nekem velem ez történt. Ezt a bankkártyát elhagytam, ami itt van a kezemben. Igen. Már érzitek, ugye ezt önmagában. Úgy tűnik, mintha meg lett volna. Igen, természetesen sose hagytam el, csak azt hittem elhagytam. Azt mondja, hogy erre jött egy fizetés az AliExpress-től, amire megijedtem, hogy elkezdték használni. Elkezdték használni, ezt a kiderült, hogy
Viki rendelt egy csomagot, de nem is ezzel van a baj, csak az én kártyámat adta meg, de pont az eltűnés után mondom, a roldékok megtalálták, már Alibabá húzogatják le a pénzemet, hogy veszetek rohadtak. Veled nem csesznek ki, mit csináltál? Letiltottam a kártyámat a csodába. Igen. De nem is ez a lényeg, természetesen ennek van egy újra megcsináltatod, 5010, tök minden, meg letiltott a kártyát. Pumpa jó helyre került, nem? Meg teljesen, hogy az análirigátorom, amivel tisztítom magam, az legalább kicsit később jön, úgyhogy semmi baj, ennyi baj nincs. Kiderült, hogy mi lesz a karácsony ajándékot, így van, megjött az análplágom, úgyhogy nem, ez teljesen jó. De nem is ez a lényeg, hanem hogy rájössz arra, és én ezt nagyon régen csináltam már, hogy ugye eltűnik a bankkártyád, ezért letiltod, hogy hány kicsi, apró, mikro előfizetésed van. Ti ezt realizáltátok már egyszer, srácok? Én megmondom, hogy nem mertem még utána. Na figyelj, ez azért érdekes, mert amikor eltűnik a bankkártyád és letiltod, akkor ezek a szolgáltatók. A Google-tól keresztül, az Apple-ön keresztül, a Netflixen keresztül, az HBO-n keresztül, az RTL-en keresztül, a Disney-n keresztül, a nem tudom mennyi keresztül, elkezd neked írogatni riadtan, hogy legyen szíves, újítsa meg a kártyádat, mert nem tudjuk vonni a havi előfizetést. És akkor bejön az első, azt mondod, nem is baj, nem érdekel. Jön egy második, azt mondod, ez se akkora baj, már nem is nagyon nézlek. Megjön a harmadik, téged már szívesen lemondtalak volna, mennyi, aztán mutogatod, amit van anyádnak. Figyelj, összeszámoltam, most tartok valami 60 vagy 70 ezer forintnál, ami nem durva, csak egy Netflix, csak egy HBO, csak egy 2 terabájtos... Ez várjál, éves? Vagy havi? Nem, hát ezek ugye havi nem, előfizetések. Havi. Csak egy 2 terabájtos Google tárhely, iCloud, nem tudom mi. Csak egy Amazon, csak egy RTL Plus, mit tudom én, stream felület. Csak az, hogy előfizettél egyszer valaha egy égnéző távcső applikációra. Amit csak egy csillagvizsgáló, csak egy matematika applikáció. Bűtös, ezeket meg se nyitottad az elmúlt 1-2 éve, semmi. És így rájössz, hogy ezek azért genyó dolgok, mert egyrészt egy csomót nem használsz belőle, kettő úgy vonja a kártyádról, hogy kapsz ami Apple üzenetet, de hogy nem nagyon foglalkozol vele. És borzasztóan megnövekednek ezek az előfizetések. Csak a Google, Terabyte, Apple, Netflix, HBO, ez valami 25 persze, plusz. Meg amikor ránézel az SMS-re, ugye beérkező, hogy levonta a kártyádat, akkor megnyugszol. Rátsz egy ilyen, 899 forint. És akkor ránézel, és akkor azt mondod, hogy semmi 899 baj. Forint, semmi gond nincsen. Most tartok nem realizálódok benned, hogy egyébként 10 ilyened van. Tudod, milyen összegeket tesz neki? És a 80%-et nem, hogy nem akarod megújítani. A büdös életben nem is tudtad, hogy vonják. Mert egyszer milyen jó lesz ez valami, soha nem nyitottad ki. 3 éve megvetted, és azt mondtad, hogy de jó, mit tudom én, nem tudom, tényleg Cassiopeiát fölismerő csillagkép applikáció, mennek az üstökösök, kétszer megnézted, hogy ott van az ISS, háromszor megnézted a Starlinket, 3500 forint havonta, azóta ezt úgy vonják tőled, hogy észre se veszed, a büdös életben nem újítod meg, ugye folyamatos vonás van, és most könyörögnek, hogy légy meg a kártya adataidat, meg léci új is, meg na, most mondom, állnak, ezt nektek most lenullázok mindent, letérdettek nagy takarítás, a Netflixet. Nagy takarítás, persze, ilyenkor, és nagyon jól esik, és megint jön, és megint jön, és megint jön, és rájöttem, hogy basszus, ezek figyelj, ilyen 50-60 ezrek havonta mikro előfizetéseknek hívom őket, nem fáj, nem érzed, csak úgy vonogatják, hogy észre se veszed, úgyhogy minden évben el fogom hagyni a bankkártyámat. Hát de ez meg is történik. Jó, az öt az egy picit túlzás, és figyelj, tök jól esik. Most éppen valami stream szolgáltató könyörög nekem, hogy újítsa meg, és nem nézem őket, és nem fogom. Mert ilyenkor jössz rá, hogy valójában hogy nem használod tőle, most letérdeltek haver. Nem nézed őket, és simán megcsinálhatod azt, hogyha aztán mit tudom én, a következő hónapban bejön valami olyan sorozat adott esetben, ami tényleg érdekel, vagy film, ami érdekel, akkor arra a hónapra előfizet. Hát csak ezt nem csináljuk meg, tudod? Nem csináljuk meg, igen. És ráadásul van az éves előfizetés, az a leggenyobb. Az, igen. Mert kapsz ugyan egy üzenetet, hogy előfizetése hamarosan lejár, ugye? De hát ezt még majd 30 nap múlva. Jó van, nem foglalkozom vele. És van gyerekek olyan napom, aki automatikusan újít. Csak automatikus. De és valami ilyen 990 forint, meg ilyen 1100 forint. Nem egy akkor összes. Okay, az egyben már 13 ezer. De hogy abból mennyit számolsz össze? Igen, hogy, és megújítja havonta. És megújítja, csak akkor nem újítja meg. Ugye ő küld egy e-mailt neked, apple.com, így törlött ki, jó, engem ne zavarjatok, és az van benne, hogy automatikusan megújítjuk. Leiratkozol a hírlevél, az a legjobb, az tudod, igen. Leiratkozol a hírlevél, na, és onnantól kezdve gyakorlatilag soha többet nem esik lattantusz, hogy basszus, nekem ott ketyeg valami, hónapról hónapra fizetek valamiért, amit nem használok semmire. És akkor még ott vannak az újság előfizetése, a HVG 360, a 444, tudod, ezeket, amiket így befizettél, ez egy HVG 360, a HVG 360 nem 360. Nem tudom végigolvasni a cikket. A HVG 360, a felé tudom elolvasni. Most akkor elő kell fizetni.
ciget. HV360, 360, az 1880. Oké, nem baj. Ott a portfólió, egy csomó olyan gazdasági elemzés, amit itt nagyon szeretek, azt is, erre is elő vagyok fizetni. Azt mindenki, hogy 4-4-4, HV360, na rohadjatok ti meg a hányom. Most sem tudom elolvasni a tóéttermes cikket, 4-4-4. Igen, a tóéttermes, meg kell menni, milliárdokból építettem. Értetnek kellene, hogy végül is mennyivel húztak be mennyit minket. És így rájössz tényleg arra, hogy így, hogy hány ilyen mikrodózis lehet, amikor azt hitetik el vele tényleg, hogy csak egy kávéjára. Na jó, de 10 kávét van egy nap, igen, tudod? Hogy, és ez, hogy hány ilyen pici, igen, apró, csak egy doboz cigi, ugye? Aha. Csak egy doboz cigi. De aztán az összeszámolod, hogy egyébként az hány doboz cigi egy óra, csak egy kávé, csak egy energiaital, csak egy üdítő, csak naponta egy üdítő. De ezeket a kis összegeket azért így egymás mellé rakod, rájössz, hogy azért horror összegeket költesz el úgy kicsibe, igen, akár kártyára, akár kesre, hogy csak azt átvered magad semmi. Hát csak egy kávé 3,90. És meg ráadásul olyanra, amit nem is használsz. Mert ugye, ha minden használnád, akkor még azt mondod, hogy oké, ez az én kifizethető luxusom, de hogy egy csomó olyat fizetsz, amit megsegít. Vagy a gyerek, igen, letölti, tudod. Vagy, az, igen, az, igen, igen, igen. OnlyFansről nem is beszélve. Hát ráadásul az OnlyFansről az fizetése. Jó, az használja. Jó, az American Express Platina kártya. Beszélünk arról, azokról beszélünk, amiket nem használunk, igen, amiket nem nézünk, amik nélkül az életünk kerek lenne még, nem az OnlyFansről. És akkor még ott van ugye a periféria. Ez a gazdagok problémája, nekem az is feltűnik, ha nem kapom vissza a számlavezetési díjamat. Nem, nem feltétlenül gondolom, hogy ez most egy ilyen klasszik gazdag probléma, nem erről van szó, hanem hogy hány olyan pici dózisban fizetsz ki valamit, és érdemes az embernek saját magát megvizsgálnia, amiről egy kicsit átvágod saját magad, és pici apró összegekbe úgy befizeted, de már egy idő után nem veszed észre, ez a sok kis mikrodózis, ez egyébként milyen nagyra tud duzzadni. Engem mondom meglepett, hogy hány teljesen komfortzónán kívüli, tök totálisan értelmetlen dologra, vagy évek alatt már úgy előfizetve, hogy egyszerűen elfelejted és benne hagyod. És nem is nézed, vagy nem is használod azt a szolgáltatást. Nem? Nekem ugyanígy ez most megvolt, mert a régi kártyámat le kellett tiltatnom, én is azt hiszem, hogy vagy elveszted, vagy egyszerűen lejárt, nem érdekes, és akkor ugyanígy elkezdtek, és azt akkor kezdtem el gondolkodni, hogy most nézek én ennyi streaming szolgáltatót? Hát mondom, gyakorlatilag elő van fizetve mindenki, aki csak lehet, meg aki csak számít, miközben valójában kettőt nézek belőle rendszeresen, illetve van egy harmadik, amit egyetlen sorozat miatt fizettem elő. És aztán rájössz, hogy basszus, ezzel mennyit meg lehet spórolni havonta, mert ez a sok pici. És akkor még ott van a periféria, a számomra sokszor egy teljesen értelmezhető, tehát nyilván meg lehet magyarázni, a különböző tranzakciós díjak a banknál, ahol a szolgáltatásom. Jó, hát a számlavezetési díj, tranzakciós díj, ahol nem érted, hogy ez ilyen 36 forintok, tudod, de azért sok 36 forint van egy évben. Hát hogy nem, igen. Ne is mondjátok, a paláverről le se lehet iratkozni havi 400-ért. Nekem heti 1000 forintos előfizetést aktiváltak a gyerekeim a számítógépen az internet számlához, valami online játék oldala. És akkor még ott vannak az online játékok, amire valahogy tudod a laptopon keresztül, vagy a telefonon keresztül még így megpróbálsz, hogy hány ilyen kis mini mikrodózis van, amit így fizetgetsz, nem? Így van. Ugye? Elő a telefonokkal, előfizetések, gyerünk bajnok, ott van, vedd elő, te. Ami szükséges telefonon, várjál. Ami szükséges, ezek kellene. Igen, verifétés, big tits, minden van. Ezt most komolyan mondom, én nem is néztem meg. Van-e a telefonon egy ilyen? Igen. Hol? Melyiknél? Hát, nálatok melyik? Nem, én nekem az, hogy most nekem minden tiltva van. Nekem egy két hete eltűnt a kártyám, nekem most effektíve mindenem le van tiltva. Nálunk az Apple ID-nál van, hogyha amit azon keresztül fizetsz. Igen. Kis Samsungos esetet tudod. Van, biztos van ott valami. Megint nem tudjátok összegezni, hogy mennyit fizettek havonta? Hát hihetetlen, hogy erre sem megtöktük. Nem. Odaadjuk az iOS 17-et? Igazából elég jól fizetsz, leszarom. De szarok rá legyen az előfizetés. Nem, de tényleg így nálunk nincsen szerintem ilyen, vagy ha van, akkor biztos írja már meg valamelyik androidos majdnem sorsásomat mondtam, de nem természetesen. Bajtársam, igen, csapattársam. Na hát akkor a Disney Plus az évi 24 000, éves HBO Max 18 900. Ugye itt vagyunk most, mi a szolgáltató, még mi van, még a nagy, amit mindig néztek, Netflix, azt nem írja ide, de nekem az is van. És akkor jönnek azok, camping.info. Előfizetél egy camping.info-ra? Mondom, neked éves 3490 forint, úgyhogy fogalmam nincs. Most, hogy nézem, ez valószínűleg, amikor lakóautóztunk, akkor ez a kempingeket összegzi, mi van a közelbe. De ebből van egy, amit használunk is, a Park4Night, az évi 17 000 forint. De akkor megyek tovább. InShot Video Editor, 4900 forint, Radio Tunes, éves 14 000 forint, Tidal éves
Mi? Havi 3890. De hallod, magas élet. Hallod? Magas. Hallod? Ez a srác, a TV2 luxus fiatalok sehol nincs, ahogy te jösszöcsém. Mert az a rádiós, ez micsoda? Különböző csatornákat állítanak össze. Minden emberek, szarra előfizetsz. Érted? És csak zene van rajta, és akkor azt mondod, hogy te chillbe akarsz utazni, vagy metalba akarsz utazni, és meghallgatod, nem tudom, akár. Na ezért jó fel, hogy 40 éve keresztül nem csapongsz. Mit van még? Hogy érted? Várj, mondom, mert nem vagy, nem álltunk itt meg. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, érted? Rákattintasz a csatornára, és akkor te olyan zenét hallgatsz. A Tidal az egy zeneszolgáltató, és abból van egy 1000 forintos előfizetés. A prémium kell, ahol jó minőségben jön a zene. Havi 3890. Ripple, ez egy képszerkesztő program, mindösszesen éves 17 000 forintot. Jézus, mondtam, hogy nagyon durva. Azt nem nyitottam meg az elmúlt egy fél évben. Felülbírálom ezt, amit az előbb mondtam. Megkaphatnám azt a lóvét, amit a seriálsúk. Megtaláltad, a Player Ruházban benne van az összesítésed. Megvan a Player, azt meg a Player Ruházban benne, a Play Store-ban meg tudod nézni. Unlimited access. Nem tudod mi. Meg is álltunk itt. Ez vajon mi lehet? Ez a neve. Jó, ez éves 3009. Light Leap, ez szintén egy képszerkesztő, ahol még ilyen mozgó cuccokat is tudsz beletenni. Utoljára 2020-ban nyitottam meg szerintem. Relieve, Run, Ride, Hike and Walk. Ebből egyiket se csinálom. Tökéletes. Okay. Hát jó. Ez egy nagyon fontos. Hagyd el a kártyát, az a megoldás ide. Forint. Mi van? Mondom, hogy nagyon durva. Mondom, hogy így rájössz, hogy nagyon durva egyébként. Tényleg nagyon durva. Egy van. Nem áll. Egy Disney Plusod van? Aha. Az nem lehet. Van nem Netflixed, lehet, van HBO-d, akkor valamit nem találsz. Előfizetések. Nem, ide van, hát én azt nézem, amit kidom. De várjál, nekem is van Netflix előfizetésem, és abban nincs benne. Azt mondja, hogy... Na jó, gyerekek, vissza a magyar valósághoz. Nem keresek annyit, amennyit itt felsoroltatok, ne aggódjatok. Mi bűn van ez? Ez volt most egy kicsit ilyen kis kesergés tőlünk. A hírek után meghallgatjuk, hogy lehet megélni minimálbérből. Írjatok 0-20-3-111-111. Matek megoldó, éves 1800. Na, az megéri. Jó, nyilván nem mindenkire vonatkozik minden téma, értjük, de hogy ez tényleg elképesztő, hogy az ember mit fizet ki ilyen összegekbe, tényleg durva. Sok. Ennyit erről, gyerekek. Megérdemlitek. Én meg alig tudok megélni holnap végén. Jó, ne húzzátok fel magatokat, néha egy kicsit magunkkal is foglalkozunk. Nem hozzakodjatok. A jó lét, Bali, a jó lét. Jövünk mindjárt. Egy perc a pontosan, 7:30 itt vagyunk mindjárt. Maradj már, 3-4-8 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mit érted, betolakszik? Nem vagy előfizetve, haver. A félmeztelen ugrabugráló csávó, érted, mutogatja a felső testét minden koncerten. Van ilyen csupi. Melyik ez, ki ez, hogy hiány? Leoltott, Imagine Dragons. Igen. Jó, meg de jó bulit csinálnak, csak... Na jó, akkor bulizom máshol. Csak ne ugráljon itt nekünk félmeztelen, mert van egy csomó dolgunk. Meg reggel nincs koncert. Szeretnénk beszélni. Na. Meg elmondani, hogy milyen komoly problémáink vannak. Milyen komoly problémáink vannak az előfizetéssel. Igen. Léci, olvassátok be azokat az üzeneteket, amiket arra kaptatok, hogy milyen jó dolgotok van. Nagyon sok ilyen jött. Nagyon sok ilyen jött, hogy én ennyiből élek meg, hogy ez a luxus, meg hogy milyen mindenki a saját szintjén nyomorok. Meg a jólét, azt mondod, a jólét. Nem szabad, hogy luxus legyen mondjuk a 3 vagy 4 streaming szolgáltató. Egyébként szerintem azért érdekes ez a téma, mert mindenkinek van ilyen kicsi mikrokiadása. Lehet, hogy csak egy kávé, ha összeszámolsz. Lehet, hogy csak egy doboz cigi, amit összeszámolsz. Lehet, hogy csak veszed a banki kezelői díjadat, amit levonnak, és átmennél egy másik bankhoz, jobban jönnél ki. Van. Lehet, hogy csak rájössz arra, hogy te csak becsapod magad, és 300-at dobsz bele egy üdítőautomatába, de közben tehát nem feltétlen az előfizetésekről szólt ez, hanem hogy hány olyan pici összeget fizetsz ki, amit észre se veszel, majd veszed észre a hónap végén, hogy ezt egyszer összeszámolnád, akkor rájössz, hogy egy csúnyán átvágod magad. Veszel. Ugye, tehát ez a napi fél doboz, egy doboz cigi, és most már a hónapra lebontod, és egyszer utána számolsz, hogy két ember napi egy doboz elszív egy családba, akkor ott mi megy el csak a cigarettára. Tehát ez azért előfizetés. Érdekes, de hogy ezek az előfizetések azért ezek egy ilyen sunyi dolgok, hogy ezek az ilyen láthatatlanul levonódó kis összegek, amiket így nem tudsz követni, azért ez nagyon érdekes. Hát én hogyha ha dohányos lennék, akkor nyilván nem vagyok, és nem tudok így gondolkodni, és nem is akarom dohányos, akkor mondom, hogy egyébként, tehát, hogy inkább 4 doboz cigiről lemondanék, mint 4 streaming szolgáltatóról. Hát kinek mi a prioritás? A Feri nem néz sorozatot, neki a doboz cigi fontosabb. De a családom néz, mit gondolsz, minek vannak az előfizetései? A család meg minden néz. Igen. És a mindent a takóról, az is a Netflixen van, apa. Na, hát azért az... Azért az, na, bocsánat. Oda teszi. De megjött a nap SMS-e, és a dohányboltban havi részletre veszek egy doboz helyt is. És te hozott a magyar valóságban, igen. De szép ez a kamion, ére valaki, köszönjük így szépen. Van, nagyon van, szép. Van, ahogy igen. Mondtuk, a bakcsomópont irányom a balra kell nézni, az Elzsébet irányom jobbra kell nézni, de úgy, hogy maximálisan be kell tartani közben a biztonságos vezetéshez szükséges feltételeket. Jézusom. Jó, köszi. Igen. Mi vagy te?
Semmi. Kamionos. Kamionos vagyok egyébként, és az is csak egy napig, de megtiszteltetés számomra. Köszönöm szépen, és akkor majd lehet majd dudálni, meg lehet majd játokatni. Balázsék is jönnek majd a gyerekkel. Így is van, délután meglátogatunk. Megdobálunk este, öcsém. Na figyeljetek, egy kicsi ufókok, jöhet egy pici ufókok. Végre! Hogy ne, én már vártam. Pici ufókok. Én már majdnem átálltam. Persze. A múltkor, ahol ugye a Jani nem így volt. Te téti tetű. Úgyhogy én már majdnem átálltam. Ott már be van készítve egy bocsánatkérés. Ugye megvannak ezek a pici idegen testek, amiket mutattam, te nem voltál, de szerintem megnézted, amiből aztán tortát csináltak, pici meg bebizonyítottak. Pici idegen nagyon jó vagyok, nézd rám. Így is van, ugye elmondtuk, hogy te valójában azt hiszük, hogy amikor aznap nem voltál, te ősfakutatásra mentél ugye Peruba, ahol megtalálták ezeket a 40 centis kis pici apró földön kívüli testeket, és te mondtuk, hogy te már családfát állítasz valahol egy perui algabányába. Eddig azt gondoltam, hogy csak egy nyíradony, meg egy új szászi szál van, de ezek szerint van egy földön kívüli szál és egy perui szál, igen. Ugye ezt mondtak, mikor nem voltál, de hogy bemutattuk ezeket a kis földön kívülieket, amit a mexikai kongresszus mutatott be. Igen. Egy olyan csávó, akit tegyük hozzá, akiről ugye már voltak hamisításai, meg kiderült már 2017-ben bemutatott valamit, de most előállt ezekkel a kicsi 40 perces, 40 centis kis testekkel, aminek fura gülű szemei vannak, és három ujjai. Igen. És ugye azért volt meglepő fordulat ez a mexikai idegen fosziliákból összerakott kis testbemutató, mert a mexikai kongresszus bemutatás után azt mondta az ember, hogy oké, de akkor én ezt most odaadom egyébként a világ tudományos közösségének, és mindenki megvizsgálhatja, aki szeretné. Az orvosok, tudósok, régészek pedig újongva hát örültek, hogy végre akkor meg tudjuk mutatni, amit eddig erősen kritizáltunk, meg tudjuk mi is vizsgálni, és saját kézbe kapjuk. De ez nem a sütis, annyi. Ez nem a sütis. Igen. És azt mondják ugye, hogy manipulálták a testeket, meg hogy mesterségesen alakították ilyen furcsa megjelenésére. És kedden, valamikor, valamelyik kedden, valószínűleg most kedden, múlt hét kedden, egy mexikóvárosi laboratórium orvosai röntgen és CT vizsgálatot végeztek ezeken a kis holttesteken. És most mondhatjuk, hogy ez nem perdöntő erejé, meg majd, ha a világ más országából származó tudományos közösség is megkapja, akkor ez már perdöntő lehet. De azt mondják itt több külföldi cikkben, hogy úgy néz ki, hogy igaziak a testek, képzeljétek el. És megnézték ezeket... Hogy nem hamisítják. A Haditengerészet Minisztériumának Egészségtudományi Kutatóintézetének igazgatója elmondta, hogy elvégezték ezeket a testeket, és ezek a pici UFO-szerű lények úgy néz ki, hogy nem összerakták szándékos megtévesztés céljából, nem manipulálták őket, a Telegráf is beszámolt erről. A testeken három vizsgálatot végeztek, CT röntgen és fluoroszkópiás vizsgálatot, ami egy folyamatos röntgen felvétel, és azt mondja, hogy a testek csontváza nem tartalmaz semmiféle betoldást, nem különböző darabokból állították össze, amire eddig a kritikák utaltak, és nincs nyoma, hogy a koponyát több darabból tették volna össze, tehát ez egy koponya. Ugye, aki nem látta ezeket, ezek kb. 40-50 centis testek, három ujjuk van, és egy perui alganyabányába találták őket, gülüszeműek, tehát ilyen klasszikus UFO ábrázolás, és ugye megtalálták valamikor, és azt mondják, hogy több ezer évesek ezek a testek. Na most persze van egy csomó videó, ami arról szól, hogy hamisítvány. De hogy azt mondják, hogy ezeket a független tudósokba álló csapat lefolytatta a vizsgálatot, és... Egyetlen egy széljegyzetet hagyd tegyek már. De te mindig jössz a széljegyzetekkel, mindig jössz a széljegyzetekkel, hogy... meg mindig minden lemizél. Te szét akarod bombázni ezt? Ott vannak a videók, nézzétek, ott rakják be őket CT-be. Az a csávó, akit ott lát. Jó, tudom. Ne, csak mondom, hogy ő az a csávó, aki a Maussannal, tehát aki ezt ugye a bizottság elé tárta, közösen dolgozik együtt, társa, és együtt mutatták benne. Most ő vizsgálta meg, hát a saját... Nem. Nem. A perui kormány azt mondja, hogy ők is szeretnék megnézni. Ők bűnügyi nyomozásba kezdtek, hogy a mumiák miként kerültek egyébként az ország határain kívülre. Tehát valószínűleg egyébként ezt valahogy a perui algabányából ezeket kilopták. És a perui kormány azt mondja, hogy rendben, adjátok vissza, mert mi is szeretnénk őket megvizsgálni. Én egy olyan Telegráf cikket olvasok, ahol azt írják, hogy egy független kutatóintézet vizsgálta meg, nem a csávó vizsgálta meg, de aztán persze lehet, hogy ő vizsgálta meg, de ez a Haditengerészet Minisztériumának Egészségtudományi Kutatóintézete publikálta ezt a cikket. Ja, Isten. Ott vannak ezek. Na most ott van. Nézd meg mekkorák. Aha. Ez nagyon kicsi. Nagyon kicsikek ezek a testek. Most ezt követem ezt az ügyet, most tényleg kíváncsi, hogy mi lesz belőle. Ez most nem lehet, hogy egy több ezer éves perui Ken. Egy Barbie egy baba. Baba. Szerintem tök izgi. Most fogják majd odaadni egy független nemzetközi csoportból álló kutató csapatnak ezeket a testeket. De közben a perui kormány megvisít, hogy adjátok vissza.
Na? Hát, de nem jó, nem jó előélet az, hogy egy olyan talál, aki eddig hamisított. De ez, hogy nem toldás, foldozás van benne, ez tök jó hír. Uh-huh. Mert ugye az volt az első, hogy ezeket valaki összerakta. Emlékszel arra a videóra, még hogy a lábszár csontból csinálták a kezét, azért ilyen hosszú, meg ilyesmi, akkor ez megdőlt, ez már önmagában jó hír. Tehát csontvázuk van, ugye? Csontvázuk van. Igen. Ebből a csontvázból, mert hogy ugye több lábúja, meg a három lábújuk van, 40 centisek. Igen, de itt de egy másik cikk, a New York Post azt írja, hogy a mexikói orvosok, független mexikói csoport gorcső alá vették, és nem találtak bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy nem emberi lények emberek szerelték volna őket. A nem emberi lényeket emberek szerelték volna össze, vagyis manipulálták volna őket, mondja a New York Post. Tehát, hogy most mindenki ezzel foglalkozik. Pont a végén volt a legérdekesebb rész, mert ott, na az, igen, megtaláltad. Igen. Ez a lábszárcsont. De várj, és azt írja, a NOR klinikán végezték a maradványokat, és az egészet élőben közvetítették egy YouTube csatornán. Tehát magát a CT röntgen vizsgálatot élőben közvetítették, és ez a Zach Belinte, ez a mexikói haditengerészet egészségügyi tudományos intézetének igazgatója nyilatkozta, azért az valószínűleg nem egy hülye csávó, akinek már semmi köze ahhoz, aki hamisított, Zalke Benitez, hogy a maradványok egyetlen csonthászhoz tartoznak, melyeket nem ember állított össze. Wow. Szóval ezek nem hülyék azért, de közben lehet, hogy ott volt a vizsgálaton maga a csávó, aki előállt ezekkel a bizonyítékokkal, de hogy azt mondja, megjegyezte, az egyik példány hasában nagy csomókat találtak, melyek tojások lehettek, tehát terhes lehetett, azt írja. Meg tudom erősíteni, hogy ezeknek a testeknek nincs közük az emberi lényekhez, fogalmazott egyébként a mexikai haditengerészet egészségügyi tudományos intézetének igazgatója. Jó, ez önmagában... Szóval azért ezek nem hülye csávók valószínű. Nem adnák a nevüket egy tortából álló hamisítvány. Persze. Önmagában abban semmi nagy megfejtés nincsen, hogy ezek nem emberiek. Tehát, hogy valószínűleg nem az. Engem ebből az egész dologból a röntgen felvétel érdekel a legjobban, meg az tűnik egyébként egy picit meggyőzőnek, mert hogy tényleg látszik, hogy van egy belső váza ennek a kis bábúnak, vagy babának, vagy esetleg nem humanoid jellegű. Itt azért egy 8-10 csoportból, vagy 8-10 emberből álló komoly brigád vizsgálja. Azért ott egy valaki lenne, aki visítana a gyerekeket, krémesből van, tortából van. Igen, és a CT6 megolvadt. Tehát, hogy igen, és szétfolyt. Ez baromi izgi, és ugye a DNS ilyen szekvenciákat is vizsgálta, és ott elmondták, hogy 30%-ban különbözik az embertől. Tehát azért az elég sok. Ez elég sok. De hogy akkor ez tulajdonképpen, hát ez érdekes, ha én nagyon követem ezt a dolgot, ott van a kezében, nézem mekkora. És fura ilyen formájúak, nagyon durván néznek ki. Azt nem is mondták, hogy a koponya is egyben van, tehát azt se tették össze. Ezek így önmagában tök jók, tehát én hidd el, hogy már félig átálltam, de az... és tök jók, csak ez a csávó zavar benne de miért engem. Miért nem vesznek belőle egy mintát? Szerintem ezt csinálják. Én nem tudom, ez a fluoroszkópos vizsgálat, ez a röntgen, a CT, meg ez a harmadik mert vizsgálat. Most idézőjelben most így leegyszerűsítve, lefabadosítva ezt a dolgot, most így átvilágították, de ugye le vannak törve az ujjai, a lábán is, meg a kezén is, néhány ujja már sérült, ott azért csak látszódnia kellene, meg látni lehetne ezt a bizonyos csontvázat. De, vagy igen, de miért mondaná ezt egy komoly ember, ha a hamisítvány lenne? Neki mi érdeke van? Mondjuk, ha oké, tétező föl kamu hamisítvány, miért mondaná ezt a mexikai haditengerészet? Tehát az állásával játszik, a presztízsével. Azt mondja, hogy nem emberi. Az oké, de hogyha mondjuk tudná, hogy kamu, de nem emberi, tehát hogy nem, tehát hát nem ha össze... kamu lenne, azt rámondaná. Azt valószínűleg azért rámondaná, azért ezek komoly csávók, nem? Azt írják még, hogy csontjaik könnyűek, mégis erősek, fogaik nem voltak, kadmiumból, illetve ozmiumból készült implantátumokat találtak a fog helyett. Ez nagyon durva. A testek nem UFO roncsból, ugye erről múltkor beszéltünk, hanem egy bányából került elő, de egy alga bányából. Miért implantátum a szájukban? Mert nem volt foguk. Ugye, tehát kihullott a foguk? Mert a repülősöknek is kihúzzák a fogát, ami rossz. Ja, a hiperürugrásnak kirepült a foguk van, a szájukban, és az amalgám, tudod. Aha. Akkor ezek szerint más bolygókon is lehet kadmium például. Figyelj, ha ilyenek jönnek majd Manhattan fölé meg Szabolcsba, az égre, ezek nem tűnnek olyan ijesztőnek. Szerintem ezekkel tudnánk barizni. Hát attól nem? Függ, hogy hát mekkora lézerfegyver van a kezében. Kicsi ember, kicsi akkora kéziányúval. Érted, hogy egyszer elsősorban a Manhattan, ahogy a filmekben voltak. Oda Afrika, érted, vége van mindennek. A 6 méter magas transformerszekbe fognak ülni a koponyájukba. De akkor erről felével beszélgetünk, miért ez az UFO ábrázolása, hogy ezek kinéznek?
Hát pont erre akarnak. Tehát most mondhatnám azt, hogy a szkeptikus lennék, de hát nyilván én is most már egyre nyitottabb vagyok a témára, tehát hogy pont azért ezt a formát választják, mert hogy erre tudnak az emberek legjobban ráfűzni, hiszen hosszú éveken keresztül azt láttuk mindig, hogy jönnek a nagy furakoponyájú, gülüszemű lények. Na de a furakoponya gülüszem az valamikor, ezt beszéltünk a fel, ez a 60-as években elkezdték őket így ábrázolni. Miért így, ha nem volt valami tárgyi bizonyíték, aki egyszer látott valami hasonlót? Egyszer csak elkezdtünk ábrázolni az UFO-kat gülüszemű hosszú koponyájúnak, majd megtaláljuk, aki gülüszemű hosszú koponyája, és 50 évig minden skifiben, filmben hosszú koponyájú, kicsit gülüszemű fura lényként ábrázoljuk őket. Hát valahogy ez egyszer az ábrázolás elindult. Pont kitaláltuk, hogy az univerzumban milyen alakú, testű, fejformájú, szemformájú lények hát vannak, vagy az elmúlt 50 évben valaki egyszer látott valami hasonlót, nem tudom, Roswelli UFO-kat, azt mondja, bárhol, majd ez terjedt el a skifiben, a popkultúrában, és valójában minden, hogy ezek a lények így néznek hát ki, majd találsz egy ilyet, és pontosan így néz ki. Tehát azért ez is érdekes. Vagy ráfűztek az egyébként a több különböző kontinensen már megjelent, vagy több ezer évvel ezelőtt létező koponya hosszabbítás, vagy koponya nyújtási technikákra. Mert ez jelen volt. Dél-Amerikában is jelen volt. Van három Afrikában is. A koponya nyújtás, oké. Anyaghiány. Aha, első hár, fia, három új az önmagában, az világon is előfordulhat. Oké, tehát a koponya hosszítást megértem. Uh-huh. Ez tényleg valóban, ez egy létező dolog volt, ma már reméljük nem csinálják. Azt megmagyarázzuk. Mivel magyarázzuk a kisméretet, meg a három újat? Veled vagyok érzelni. Abszolút kezdesz átállni. Szerintem nagyon izgi. A három új minimálisan kell a fogáshoz, tehát hogy kell hüvelykújnak mindenképpen lenni. Meg a másik kettőre nem volt annyira szükség. Lehet. Nem mást tudod. Mást akartak mutatni. Tehát azt akarták mutatni, hogy olyan, de nem az. Tehát olyan, mint picit emberének tűnik, picit olyan humanoidszerű, de mégsem az. Kell valami különbség legyen. De miért csak két karja van például? Miért csak két lába van? Nem hat. Miért? Nekem ez a sztori most azért tetszik, igen, mert az első, amikor tényleg orvosi vizsgálat van, amikor CT van, röntgen van, kiadják tudósoknak, publikálnak róla, ez nemzetközi sajtó velük foglalkozik. Tehát ez most tök érdekesnek tűnik, és látsz egy 50 centis pici lényt. De erről beszéltünk Ferivel, hogy én nem feltétlenül gondolom azt, hogy tényleg űrhajóval jöttek és halomra lőtték a nem tudom, a mezopotámiaiakat, meg a nem az egyiptomiakat. Tehát simán lehet, hogy egy előző itt élt valamilyen fejlettebb, okosabb, netán kicsit műveltebb civilizáció, aminek azért a maradványai, azért azok még mindig itt vannak és felelhetőek a Földön. Sem magyarázat, se valóban elfogadott teória nincs, hogy ezek hogy készültek, hogy épültek. Csak tudjuk, hogy lehettek olyan civilizációk, amik a matematikában, a csillagászatban, a geometriában brutálisan otthon voltak, és olyan eszközeik voltak és olyan tudásuk, amikkel meg tudtak építeni olyan dolgokat itt a Földön, amire mai napig nincs magyarázat. Tehát lehet, szóval, hogy lehet, ez nem egy másik bolygóról érkeztek, hanem egy hiányzó láncszem mondjuk. Igen, egy előző civilizáció. Igen, előző civilizáció, valamikor sok százer évvel ezelőtt egy fejlettebb, magasabb kultúrával, tudással rendelkező olyan civilizáció, ami aztán a saját tudását mondjuk ugyanúgy, ahogy az ember maga ellen fordította, elpusztult, majd jött az embernek ez a faj, ami most van, és ugyanezt az utat járja végig, valamikor önmaga tudását önmaga ellen fordítva elpusztítja saját magát. A bolygó marad, megrázza magát, és jön egy újabb valamilyen törzsfejlődéssel állt a civilizáció, mert az, hogy oké, rendben van, az élet újra utat nyer, és kifejlődik megint valamilyen civilizáció. Így indulhatott az ember is. De miért ne lehetett volna mondjuk az ember, vagy a neandervölgyi előtt egy másik civilizáció, ami egyszer csak megnyomott egy piros gombot, és mondták neki, hogy Józsi, ne azt a gombot, ne. De Józsi megnyomta. Józsi olyan energiát szabadított fel, érted, amivel elpusztította a komplett civilizációt. Köszönjük szépen, és azt mondta az evolúció, hogy a természet, hogy rendben az ember. Akkor most jöjjön az ember. Nézzük meg egy neandervölgyiből, mi lesz. Itt ülünk most, és rádióműsor csinálunk. Ezek tök kérdések, meg önmagában marha izgalmas az, hogy például több egymástól távol lévő, akár időben, akár térben távol lévő kultúránál felmerül szinte mindegyiknél az özönvíznek a legendája. Egy olyan kataklizma, ami mindegyik kultúrkörben ott van. Valós sztori volt. Ott van mindegyik kultúrkörben, miközben egyébként nem volt köztük egyetlen kapcsolat. Ezek a Bibliában feltűnő történetek, ezek szerintem mind magasabb rendű tudásról, a Bibliában is feltűnő magasabb rendű tudásról árulkodnak. Akár egy élet pálcával, amit a mai kor már egy varázslónak álcázott Harry Potter bottal mutat. De az életpálca, mint lehetőség, vagy mint a víz ketté választása, ezek magasabb rendű tudások, vagy a különböző anyagok materializása, akár a levitáció, vagy a fizikai dimenzió és a gravitáció legyőzése és az anyagok megemelése egy úgynevezett életpálcával, ezek szerintem nagyon működtek. Amit a mai hitünk és hitrendszerünk már boszorkányok kezébe ad egy hosszú botot, amivel hülyeségeket csinál. De jó, értem. Szóval, hogy azért ezek meg a nuni. Tessék? Hol a kuki meg a nuni? Ha hazamész ott. Ott van. Ezeken. És a kapsz belőle. Hol van az UFO-kon a kuki meg a nuni?
Kérdés, hogy kellett-e nekik. Kérdés, hogy, kérdés, hogy így. A jó, hogy nem vagyok UFO, Istenem. Kérdés, hogy a hímivarsely találkozott a Pete sejtel, az nem egy neandervölgyi evolúció, ki tudja. Lehet, hogy csak ránézett és megtermékenyültél. Vagy megteremtette és manifestálta. Hát ki tudja. Azért ezek izgalmas kérdések. Vagy a különböző mezopotámiai és sumér ábrázolások, amikről ugye nagyon sokan élnek, hogy különböző barlangokban már kicsi fura lények mutogatnak egy csillagképre. Szóval, hogy azért ezek mind-mind nagyon izgik. Na mindegy. Oké, gyerekek. Én követem ezt néha, ha behozom, jó? Jó. Ha nagyon unjátok, tegyétek fel a kezeteket. Nem, ez most jó. Ez most jó. Maradjon ez a szín. Maradjon ez a szín, ez alá már nem menjünk. Ez szinte most 10G. Kíváncsiak ennek, mi lesz az eredménye. Jövünk mindjárt egy percben pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kami Janos nem sokára beköltözik ma délután, és elfoglalja méltó helyét a Waberebszes Volvo kamionba. Gyönyörű sárgába a hegyalja úton, dudáljatok meg. Gyerekek, itt már áll az installációnk, gyönyörű, idehozott a Waberebsz egy gyönyörű Volvo kamion, és ugye Jani pár hónap ezelőtt mondta, hogy miért szívesen lakna egy pár napot egy kamionban. Hát gyerekek, itt igen, így váljon minden álmod valóra, érted? Mert megosztanak a vélemények arról, hogy egy ilyen kamionban hogy lehet, milyen életminőséget lehet mondjuk így hozni. És azért ezek a kamionok már nem az a kategória, amit mi mondjuk így annak idején, és egy többen meg is írták, hogy azért ne keverjük a szezont a fazonnal, tehát hogy azért 2023-at jön. Nem. De nem ezért mondtam. És mindenbe beakoskodnak, hogy okosabbnak gondolják magukat. Nem ezért mondtam. De hagyjad már okoskodnak. Nem ezért mondtam, azért mondtam csak, hogy ezek egy nagyon magas szintet képviselnek már ezek a kamionok, kényelmi szempontból is. Tehát, hogy szerintem egyáltalán nem kompromisszum benne aludni, élni adott esetben. Nyilván persze az otthont, meg a családnak az ölelő karjait és az otthon melegségét semmi sem tudja pótolni, de azért ezek a kamionok elképesztően magas szintet képviselnek. De azért a kakisátor és a nesztiás üveg ott lesz veled végig. Tőlem kapsz, leadhatod a használtat, föladom a friss tisztát, gyerek megisz a bőle a jegeskát, olyan tiszta lesz a nesztiás üveg. De természetesen ott lesz a Balton ember, amit mindig leadogatom. Leengedem az ablakot, kiadogatom, és nagyon szépen köszönöm előre is az együttműködést. A kakisátor és a tojtói WC be van. Annyi, hogy a tojtói WC-t fektetve tudták berakni hátul az ágy alá, úgyhogy le kell másznod majd az ágy alá, és fekszik a tojtói WC, úgyhogy óvatosan pisiljön majd. Egy fekvő tojtói WC van, mert a kamionba hátul. Nem lesz gond, mert egy nagyon picit így lejt az út, ugye a bakcsomópont irányába, tehát lefele fog folyni. Igen. És hát ugye az egész onnan indult, hogy Jani szeretne hatalmas dudát nyomkodni, és aztán ebből ugye ezt meg is csináltuk, úgyhogy ma egész este nyomkodhatod a dudát. Egy hatalmas dudát nyomkodni. A konvojt. Miért csak egy napot lakik benne Jani? Hát igazából azért, mert nem akartuk hosszan beköltözni, ez nem egy valóságsó, ez nem erről szól. Egy éjszakát eltölt benne, megcsinálja a kis rántottáját, a rezsóján, a vegán lönts hús konzervet megmelegíti, és remélhetőleg keveset alszik, mert hogy üdvözlő dudálással tudtok majd este 6 és reggel 6 között elhaladni a hegyalja úton. Természetesen autókürtösök. Ennyi. Vadászkürtösök. Hadd szóljon. Előnyben mindenki nyugodtan köszöntse János, aki bent fog aludni a kamion. Hajnali 2 és 4 között várja ezt a legjobban. Figyelj, ez full beteg, hogy jövök reggel, és te ott alszol egy kamionban. Ez megint annyira beteg ez a sztori, hogy bent fekszel. Ezt se csináltunk még. Ezerféle dolgot csináltuk, ezt se csináltuk. És igazából nem is arról szól, hogy hú, de nagy kihívás, mert nem arról szól, hanem arról, hogy önmagában milyen beteg dolog, hogy jövünk a Ferébe 3-6-kor, bekopogunk, és te ott fogsz egy fiacos füldugóval aludni egy kamion. Basz, és hogy ébresztünk fel a füldugóval? Már addig dörömbölünk neki. Nem a rezgésre felébredek. Jó, tehát mozgassuk a kamiont. Jó. Hát, sok sikert. Good luck. Neki good luck a vett. Hát, ha sikerül. Igen, töltött cigi, mackonadrág, brief kotárca legyen. Jó? Egyébként ez fontos dolgokat írnak. Jó. Ezek mind legyenek. Jó. Meg, jó. Mackonadrág. Ja, és amit nagyon kérdez meg, Jani, hogy a hívójeled mi, és hogy be tudsz szólni. De hogy ilyenkor az összes kamionnak, vagy csak hát, hogy a Waberebszes, hogy szólj már be egy kicsit, hogy gumikacsa, gumikacsa, a hegyalja úton minden rendben. Néha szólj már be a frekin, és vagy élőzzél, ne felejts el ma este élőzni egyet az Instán. Indíts egy élőt, és élőbe szólj be a freki, vagy gumikacsa, gumikacsa, nagyon tiszta. Hogy vagytok, merre vagytok? Kérj egy frekit, vagy egy kódot, szólj be nekik. Egy bejelentkezés, vagy egy meghatározott időpontban. Köszönj be nekik.
Nagyon egy jó. Egy ilyen este 8. Jó. Élőben a Hegyalja útról. És élőz, mindenképpen nyomj egy az élőt. Az űrdongó volt, kabianos, élő bejelentkezéssel. Teljesen jó. Igen, úgyhogy nagyon, nagyon szeretjük ezt a történetet. Igen. És ha azt mondják, hogy a nagyon nagy a baj, akkor itt az Emineóba egy katétert föl tudnak neked dobni. Ja, szerintem nem gond. Kapcsolatod egy ilyen csöpögtetős. Egy csöpögtetőt kivezet és bekatétereznek, hogy ne kelljen sehol kiszállod a kamionból. Tehát ezt meg tudjuk oldani. De mondom, nálam vendégem vagy, kettőt leadsz, kettőt föladok. Jó? Nagyon este, jó. Este érkezem valamikor, nem tudom jó. Pontosan egy gyerek edzése után, de mondom, kettő föl, kettő lére, cserére jó vagyok. Jó. Ha nagyon nagy a baj, egy termoszt tudok hozni. Remélem, hogy... Hosszabb és nagyobb a nyaka. Remélem, szélesebb. Hogy akkor már ízik a parázs, és akkor tényleg feldobok nektek egy pár karika krumplit, meg kápia paprikát, meg én szólok, ha jövök, én vacsorára szeretnék megérkezni. És én a kövön ott a kereszteződésben szeretnék egy kemping széken és asztalon meg vacsorázni. Van, már ott van. Van egy nagyon helyes kis dobogó, meg van egy csomó kemping szék, tehát hogy nagyon szépen meg fogunk tudni ott terítgetni. Tehát, hogy elköltünk egy estebédet a Hegyalja út teljes... Nagyon jó, én szeretnék kiülni a gyereke, ott akarok reggelizni a kereszteződésbe, egy kempingasztal. Mennyi perccel előtte kell bejelentkezni, hogy kész legyen a vacsora? 20? Hát, szerintem egy fél óra kell hozzá. Jó, fél órával előtte küldj egy SMS-t. Igen, mert hogyha addigra még nincsen beízítva... Jó, írok akkor. A grill... Akkor íz is belépsz. Nagyon jó ötletek jönnek, ha Nesztás üvegbe esetleg nem fér be, akkor egy félbevágott ásványvizes palack is segíthet. Ez egyébként jó ötlet. Jó ötlet, egy kicsit borulékony. Csak egy picit vigyázz, mert nem tudod nagyon visszacsavarni, nem tudod. Igen. Na gyerekek, egy remek hír látott napvilágot, nem tudom, olvastátok-e? Biztos olvastátok. Olvastátok? Nem olvastátok? Én nem. Remek híreket én nem mertem. Ugye ez egy elvileg még csak egy gondolat, nem tudjuk, hogy ebből mi lesz egyébként. A gazdaságfejlesztési minisztérium indoklása alapján történt a dolog, vagyis alkalmazhatóak lesznek bizonyos munkakörök képesítés nélkül, vagyis képesítés nélküli munkaerővel küzdünk a munkaerőhiány ellen. Ugye? Na, mi azt jelenti, hogy bizonyos munkakörök betöltésénél elvileg eltörzlik a képesítés meglétét. Például a tanárok? Hú, de nem, biztató. Ott a tanárokat törlik el. Az egy kicsit okay, már. Igen, ott egy egész szakmák bannolnak. Bannoltak, igen. Nem, cukrászati készítmények, fagylalt készítés, édességkészítő, pékcukrász technikus, cukrász szaktechnikus, sütés, cukrászipari szakember, mézes kalács készítés, bombon cukrász készítő. Azt mondják, hogy ezek lehet, hogy nem kell. Épületbádogos, ipari bádogos, háztartási bádogos, kézápolás, műkörömpépítés, kéz- és lábápoló technikus, manikűrös, körömdizájner, szénsavtermelés. Akárki oda jött és befedheti a tetőmet? Na. A Jani bárhova bemehet, ahol nincs képesített cukrász. Nagyon jó, nagyon jó egyébként, bocsánat, két olyan témát választottál, amiben mind a kettőben rohadtul érintett vagyok. Az egyik részével nagyjából egyetértek, mert hogy rengeteg autodidakta szakács és cukrász van, akik irgalmatlan jó dolgokat tudnak produkálni. De oké, ott azt még azt tudom mondani, hogy jó, ez a saját stílusa, ez a saját egyedi ízlésvilága, amit ő kialakított magának. De egy bádogos. De bocsánat, te valaha életedbe egy burkolótól vagy egy bádogostól kértél szakképesítést? Valójában nem. Hát akkor bementél egy cukrászába, és mondtad, hogy haver, ez a Rákóczi túros, hagyd némi kívánni valót, mutasd a papírodat. Ott azért van egy kis... Igazából valójában van nem. Van egy kis rutin, ott azért ránézek, és akkor látom, hogy ott a külcsínben legalábbis vannak-e gondok, de azért nem. Figyelj, referenciát azt szoktam kérni, hogy hol dolgoztak, meg mit csináltak, meg hogy végezték a munkájukat. De a villanyszerelő basszus... és az erős áramú elektrotechnikus, hát én ott nem magamat féltem, hanem a csávót, akit megvág majd a 220. Józsi, melyik kábel vágd? Tehát ezeknél nem, de nem kérsz. Tehát valójában minket a másik oldalon... Hát nem fog védeni semmi. Hát nem fog védeni semmi, de eddig se kértél a burkolótól. Szakmák, okay. Benne van a nevé. Mert azt mondod, hogy ezt eddig csak így lehetett hivatalosan csinálni. De ezt mivel indokolják? Ugye hivatalosan akkor lehettél burkoló, ha volt burkoló végzettséged, és megvetted a szerszámokat, kiváltott az egyéni vállalkozót, azt hajrá, csináltad. Tehát nem is merült föl bennünk eddig, hogy kérni kell. Akkor most már majd az lesz, hogy jöhet képesítéses, meg képesítés nélküli is. És akkor a képesítés nélküli szerelme vagy a fírelét? De figyelj, ha ő megtanul, őt vágja meg az azt áram. Hogy? Tehát, ha nem, én egy olyan burkoló... Tényleg is megvág, ha beülsz a dzsakuziba, és nincs fírelét. Ha nem... Mama, milyen aktív a dzsakuziba. Nem, csak 10 perce zárja, vár rá. Azért az nem vicc, az nem ziplál egy beázás, hogy nem tudom, nem zár rendesen az ablaktól. Igen, ha fírelét nem vág le, akkor az ugye arra van, hogy az téged megvédjem. Na de valójában
akkor itt azt jelenti, hogy te el tudsz menni úgy burkolónak, vagy cukrászipari, nem tudom, segédnek, vagy mit tudom, amikor vagy műkörmösnek, hogy nincsen papírod. Na de ha nincs papírod, és nem tanultad, szarul fogod csinálni, éhen fogsz halni. Nem biztos. Nem biztos, mert vannak tényleg az autóért a módon, vannak olyanok, akik nekem például sogorom, hogy négyféle szakmát. Hány burkolónak van valóban papír? Hány műkörmösnek van valódi műkörmös papírja? Uh-huh. Hány háttérben dolgozó hát cukrász? Azok közül, akik nálunk dolgoztak, kevésnek. Ez látszott is a munkájukban. Sajnos lát. Érted. Szóval ez egy érdekes, érdekes de nem dolog. Az lehet, hogy akkor végre az dönt majd, hogy ki az, aki jó, meg ki az, aki nem. Mert papírral is csinálhatsz rossz munkát, csúnya burkolást, papírral is süthetsz rossz kenyeret, és ahogy Jani mondja, a Covid alatt lett egy csomó pékünk. Igen. Mindenki kovász nevelt otthon, emlékezzél, neked is mászott le a konyhapultról a kovász. Aztán kenyér nem lett belőle, de egy az rakás, egy másik dolog. Egy rakás ilyen nagyon-nagyon jó képességű, nagyon tehetséges ember van. Mondom, cukrászt számtalant ismerek olyat, akinek valami teljesen más szakmája volt, elkezdett ezzel foglalkozni, és egészen magas szintre jutottak el benne. De ezek a típusú munkák, amiket felsorolt, tehát ide kell egyszerűen kell az, hogy legyen valami papírod arról, hogy te elvégeztél valamilyen iskolát. Tehát, hogy valamihez kell kötni ezeket. Tehát, hogy most ez erről szól tényleg, hogy akkor bőzön a jobbik, meg akkor csinálja már, hogy értitek? Igen, aki tehát, jobb. Hogy aki jobb. Tehát, hogy aki jobban végzi a munkáját. Itt van egy hallgató írt példát. Van egy elektromos hibád a lakásodban, ebből kifolyólag kiégett a lakásod. Kihívod a biztosítót, aki megállapítja, hogy volt egy zárlat, ettől gyulladt ki a lakás. Igen. Akkor majd fölhívom Sanyit, aki 10 évvel ezelőtte. Sanyikám, neked erre volt képesítés? Hát nem volt. Nem tudtam arról, akkor nem tudtam mi? Papírt adni róla. Igen. Nem tudta papírolni róla, mert hogy én egyébként meg, hogy buszvezető voltam. Mivel fogják korábban ellenőrizni, hogy alkalmas rá az ember? Hm? Egy általános biztosítást nem lehet kötni? Hogy a kóklerekre? Nem, hanem arra, hogy mit tudom én, van egy, úgy írja valaki, legyen mondjuk egy szakmai biztosítása, ami azt jelenti, hogy a szakmai háttér biztosít téged azért, hogy valamit elrontsz. Egyébként nem egy rossz felvetés. Nincs rossz villanyszerelő egyébként, és ebben Lacinak nagyon igaza van, mert az áram leválogatja őket. Ez jó dolog egyébként. Ez jó dolog. Igen, a burkolás még látható, hogy rosszul rakja föl, visszajövő, és megcsináltatod jól. De mondjuk egy áramszerelés az már azért necces, mert ott azért te is megjárod. Na. Tehát azért ott te is póruljálsz. Igen, szóval, hogy ez... De akkor ez tulajdonképpen miről szól, hogy akkor így majd ezek a hiány szakmák betöltődnek, hiszen akkor nem kell elvégezni hát az iskolát. Könnyíteni akar a jogszabályt alkotó, igen. Nyilván könnyíteni akar, hogy ne kelljen iskolát végezni, de az egy ilyen minimális, de akkor, ha ez nincs, az iskolai végzettség, valami minimális szűrést be kéne tenni. Tehát mielőtt kiváltod az iparengedélyt, hogy te villanyszerelő vagy, kell ilyen csinálni egy mestervizsgát. Ha? Ez nem jó? Vagy egy mestervizsgát, vagy ami van Amerikában, most egy általános biztosító rendszer működik. Tehát te villanyszerelő vagy, belépsz a villanyszerelők szakszervezetébe, oké, csinálod, de ha valamit elrontasz, van azért erre na valamiféle biztosítás. Égek, akkor ez engem nem nagyon vigasztal, hogy a igen családom kap érte. Hát persze, és azért valljuk be őszintén, ez nem rossz pénz. Ha valaki elszúr egy csokis minyont, azért viszonylag kevesen halnak bele. De mondjuk egy elcseszett villanyszerelési munkával, ott azért már lehet probléma. Vagy kőműves rádom, a fal. Így van. Szóval, hogy ezek olyan dolgok, amivel annyira én nem szeretnék játszani. Uh-huh. Legyen egy vizsga, föl kell építeni egy házat. Még egyébként ez nem rossz, amit mondasz, igen, hogy oké, nem kell szakképesítés, ne járjál 4 évig iskolába, de van egy általános burkolói, villanyszerelő, egy olyan szakvizsga, amire neked egyszer el kell menni. Ha ezt te közben autodidakta módon megtanultad, de te jó vagy, ezt te kitanultad, akkor mi ez a vizsga biztosít téged arról, meg minket is, megrendelőket, hogy te mondjuk leraktál egy vizsgát, és nem, ha nem csinálsz életveszélyes dolgokat, vagy egészségre káros kritériumokat, mondjuk ki tudod szűrni. Nem? Ez egy jó dolog. Oké, nem kell 3 évig szívnod, nem akarsz, gyere burkolónak, gyere villanyszerelőnek, mert tényleg hiány van. Egyébként nem tudom, mitől van hiány. Egy burkolót fő, és lerakja rád a telefont, fél év múlva visszahív, és megsértődve konstatálja, hogy csak egy konyhát akarsz leburkolni. Egy asztalos felhívsz, 3 hónap múlva küldi az árajánlatot, azt mondja, 2 millió forint, de kicsit ideges, hogy csak egy konyhabútor szeretnél tőle, és nem konkrétan az egész utcát bebútorozni, nem? Felhívsz egy festőt, azt mondja, hívjál vissza 3 hónap múlva, tudok valamit mondani. De most már kezd fejlálni az építőipartán, ez kicsit változik. De volt, amikor olyan magas lovon ültek, érted? Ja. Csak 2 szobát kellene leparkettázni. Hát erre nem jövő. Más volumenekben gondolkodunk. Ne haragudj. Ja, Török Bálint, hát oda nem megyünk ki. De őnek egy budaörsi cég, tudom, messze van. Hmm. De hát mondom, szomszéd, nem baj, nem megyünk. Érted? Tehát, hogy azért, tehát azért itt voltak nagy változások. Megy oda.
Egy konyhabútor? Nem, hát ilyen kis volumenben mi nem gondolkozunk, de szeretnék egy konyhabútor, csak annyit, ne haragudjon. Hát ez szabad szemmel nem látható az a történet. Mit szívtál te a másik oldalon, hogy legyen egy jó burkolód, egy jó festőd, egy jó asztalosod, nem? Hát mint persze. Tű a szénak az abba, úgy kell őket megtalálni. És akkor egyébként mennyi egy szakmai képzés? Évek? Tehát, hogy te elmész burkolónak, akkor hosszú évekig keresztül jársz a Petőfi Sándor kettő alatt álltó burkolóiskolába? Igen. Hát körművesöknél mindenképpen, mert ott ugye azért rengeteg dolgot meg kell tanulni, hogyha ha mit tudom, egy-egy bizonyos munkafolyamatra vagy rá, vagy egy bizonyos típusú munkára vagy ráállva, akkor azért azt meg lehet tanulni. Tehát mit tudom én, drive-itolás, tehát hogy azt, tehát ugye már írnak a drive-itolók, igen, köszönjük szépen, de hogy azt azért viszonylag hamar megtanulod, de a kőműves szakma az egy iszonyatosan összetett. Igen, itt azt mondja a rendelet, hogy azt, ugyanakkor azt is kiköti a rendelet, hogy a szakképzetlen munkások tevékenységét egy szakképesítéssel rendelkezőnek kell majd irányítani. Tehát áll egy csávó cigivel a füle mögött, egy kertészgatyában, egy colstokkal a zsebébe, aki nagyon magyaráz, hogy Józsi, a halszálkát nem így rakjuk a fürdőszobába, te barom. És legalább, nem a plafonra. Tehát legalább téged megnyugtat, hogy Józsi, a pirosat ne vágd el, mert akkor az ügyfel szazára, úgyhogy figyelj a fírelére. Jó? Hát tehát, de, hogy, bocsánat, tehát ilyen ember most legalább. Is van. Ez a ez a generál kivitelező, mondjuk, jó esetben. És az, aki csinálja, annak nem biztos, hogy van szakképesítése. Igen. Azt úgy hívják most, hogy segédmunkás. Nem. Ilyen ember most is van, azt az embert úgy hívják, hogy feleség. Igen, ott emeltet. Tehát egy hülye burkoló mellett ott áll majd egy végzett burkoló. Igen. És a hülye csinálja, amit a végzett diktál neki. Aha. Tehát azért az megnyugtató, hogy kell ott legyen ott egy szakképesítéssel rendelkező ember. Igen, tehát mondjuk a villanyodat ott fog állni, vagy egy kőműves, és azt mondja, keresse martelt, rakja azt, használd azt a vízmértéket, és öcsén. Azért a villanyszerű, amikor de áll egy létrán, és így lenéz, hogy szerinted a kék kábel mi, azért nagyot nézel majd, nem? Pakarod te is a fejed, hogy nem tudom, azért hívtalak, hogy csináld már meg. Jó, hívjuk már fel a Bélát. Kéket vagy pirosat, van piros is. Azért ez így érdekes, igen. Tehát egy szakképesítéssel rendelkezően kell majd irányítani. Tehát én egy jó szakképesítéssel rendelkező burkoló vagyok, akkor felveszem azt, akinek nincs szakképesítése, de mondom neki, hogy mit kell csinálni. Van, és te nem melózol. Csak ott állsz és magyarázol. De ez tulajdonképpen arról szól, hogy ezeket a hiány szakmákat betöltsék olyan emberekkel, akiknek van kedve burkolni, de nincs kedve iskolába menni, vagy nincs kedve kijárni. Tehát, hogy vagy olcsóbb, kevesebbet kell fizetnem annak, akinek nincs szakképesítése, ezért érdekelt leszek abban, hogy felvinni. Tehát miről szól? Tehát a munkaerő hiányt akarom így pótolni. Vagy tényleg csak arról, hogy bebizonyítsak, hogy nincs szükség tanárokra? Vagy lehet, hogy ott már nincs ebben a képzésben, nincs tanár, akkor menjünk anélkül. Igen. Mert mondjuk egy teljes építkezés csinálsz, azt megértem. Azért ott van egy építésvezetőd, nem vagy ír egy csapat, a felelős műszaki vezetőd, egy műszaki generál kiviteleződ, aki azért, akivel te szerződésben vagy, azt azért számon tudod kérni, a hülye a burkoló. De most van egy lakásod, igen, ahol te csak szeretnél burkolni, vagy egy teraszt megcsinálni, vagy egy házat, oda nem hívsz egy generálost, oda hívsz egy burkolót, aki most vagy jól megcsinálja, vagy nem csinálja meg jól. Tehát más egy építkezés, meg más mondjuk egy lakásfelújítás. Igen, de hogy egy lakásfelújításnál plusz egy embert meg kell fizetned, az marhára nem kóser. De nem aki jelenti ez a szakmák felhiúrását, az elhűlést, az elbutulást, a minőség elveszését, hogy már papír sem kell, ahogy nem kell nyelvvizsga az egyetemhez, ahogy nem kell már szakképesítés. Tehát értem a munkaerőhiányt, hogy ez nem egy általános elbutuláshoz vezet, hogy minden hülye megy majd burkolni, szakképesítés, az... tudás, meg ráfordított szorgalom és elvégzett munka nélkül. Én látok ebbe veszélyeket, de nem értek hozzá. Ez azt jelenti, hogy bárki bármit csinálhat majd. Ennyi. Ilyen egyszerű. Tehát bárki bármit, amiben azt gondolja, hogy neki valami kis affinitása, valami kis jártassága van, azt ő csinálhatja. De nézzük már meg egyébként, hogy tényleg hányan vannak profik abban a szakmában 8-10 éve, akiknek semmi papírja. Tehát a másik ellenc, hogy van, egy jó hegesztő vagy, és te megtanultad, akkor lehet, hogy a világ legjobb hegesztője vagy, és 10 éve hegesztesz, és nincs papírod. Igen, persze, van ilyen, csak ott volt ideje, érted, szelektálódni. Tehát az kiderült, hogy ő jó hegesztő, ahogy írja itt a hallgató, hogy neki is van egy hegesztője, akinek nincs papírja, és isteni jó. De ez egy, vagy ő egy, és van mellette 100 000 olyan hegesztő, aki otthon sufni tuningba hegeszt, és holnap szétesik az egész, amit összehegesztett, érted? Uh-huh. Jó, nagy igazság mondjuk, amit Sanyi ír, azt mondja, hogy sziasztok, pont a kőműveseknél nem kell nagy tudás. Egymás mellé rakod a téglát, járda lesz. Ha egymás tetejére, fal. Tök igaz. Na igen, de jó lenne, az ilyen egyszerű lenne. Hát meg is vagyok. De jó lenne. Ennyi. Igen, zsaluzál már ki egy járdát, betonozd bele, azt nézd már meg, hogy hülye vagy és rosszul csinálod, hogy fog ezt kinézni. Igen, micsoda, úgy zsaluzok fejbe, mint a húzat, haver, hallod? Nekem mondod. Állam az egyenes, egyenes. Egy szót mondok, folyóka, érted? Hát mindent tudok a szakmáról. Nincs folyókád, van vizet, ha jön a vihar, érted? Megmondtam Janinak is, folyóka. Ennyi. Igen, na írjatok, drága hallgató, ki az, aki hosszú ideje dolgozik úgy a saját szakmájában, hogy nincs papírja, és most politikusok kimélyenek. Így tehát, van, hogy most ne ők írjanak, de velünk nem tudunk foglalkozni. Jó? Tehát, őket felmentjük az SMS írásról, ne ők írjanak. De mondjuk hosszú ideje
kiválóan dolgoznak úgy a szakmájukban, hogy se szakképesítés, se papír, soha senki nem kérte tőlük, de a világ legjobb referenciával rendelkeznek, és 5-10 éve vidáman megélnek belőle, és kiváló munkaerőként vannak a piacon. Ahogy írja, tényleg 8 éve vagyok hegesztő papír nélkül. Röngere és gond nélkül, mert sok papíros hegesztő esett már ki mellőlem. Igen. Tehát ez is érdekes. Bence például, ugye, ez egy tök jó, egyébként tök jó példa, azt mondja, hogy cukrász, de valamilyen mentes sütit akarsz enni, mert allergiás vagy valamilyen ételallergiád van, és a képesítés nélkül pedig egy olyan tálba gyúrja bele a tésztát, amivel... De ámellett egy cukrász, azért azt felelősségre tudod vonni. Igen, de részek. Részeg, mert egy képesítetlen burkolóját elszúrta a teraszát. Igen, és most tudom, és ez egy nemat reakciót vált ki. Na, jövünk a hírek után, írjatok. 8 óra után 41 perccel itt vagyunk, hogy milyen jó témákat feszegettek, fantasztikus, hasonlókat sehol máshogy nem lehet hallani, nagyon élvezetes és jogos. Köszönjük szépen Erzsébet. Erzsébet, hát köszönjük, nagyon aranyos vagy. Igen, ezek érdekes témák, hát ez mindenkit érint, azért foglalkozunk vele. És többségünknek nincs is hozzá képesítése. Ugye, és gyerekek, mi ülünk itt úgy, nekem semmiféle képesítés. Jó, bocsánat, van egy bölcsőziplomám, szartsérek vele. Tehát, okay, de mégiscsak. De újságíró televíziós képesítésem nincsen. Meg is látszik a munkáimon. Hát, hogy, ugye? Mégis ne? Itt vagy. Ezért látod? Ezt is látjátok, kedves hallgatók, hogy elég termékei Balázsó internetes felvételek. Hát azért látszik, hogy ez a képesítés. Nem tanulta. Egy vitrai, vagy egy kepes, vagy egy ízét szegény déri, vagy nem tudom. Érted, hát. De egy, kinek van képesítése? Egy Liptai Klaudiának vagyon van? Egy Tillának van? Vagy hát egy... a Tillának van valami filmes. A Tillának van valami filmes, vagy a fiatalabb is. Ez egy gyerekek nem ülhetnék itt. Nem ülhetnék itt. Nem. Ha papírt kérnek, akkor bajban vagyunk. Most holnapról kitálunk, hogy ez papírhoz kötött szakma, akkor csumi van. Egy okáésre bejön. Vagy legyen itt valaki, akinek van. Tehát nekem az is jó, a vitra itt mellettem végig 6-tól 10-ig, csak legyen valaki. Főni, itt mellettem. Tamás, ez a vitra itt ül mellettem, mert nekem jó. De nem, hát egy szakképesítésre rendelni. Akkor még kellett. És valószínűleg intéznének neked egyet, de sajnos Ferinek és Janinak nem tudtuk elintézni. Még Ferinek csak van. Ferinek meg megvan. Ferinek csak Etinál egy jó ortobáj, a kis lipcsia. Úgy szúrja a szemünket, a kis lipcsia, mert nem intézünk semmit. Minden reggel kellene nektek valamit. Én tejtermékgyártó vagyok, tehát bármikor csinálok nektek bármilyen a teljes alapú. Jó, de mikrofon engedélyed nincs. De megszólaltatok adásba engem. Minden nap kell alibiből valamit mondanom a tejtermékgyártásról. Igen. János, János, hány a fokon alszik jó, a tej? A Túró Rudiról. És most néhány szó a serleges elevátorokról. Oké, okay, és maradhatsz. Igen, a serleges elevátorról. Én tényleg így vagy, nekünk sincsen szakképesítésünk. Ugye valaki nem hallott volna, arról beszéltünk, hogy itt bizonyos törvények szerint, vagy hát legalábbis a munkaerő hiányra a gazdaságfejlesztési minisztérium megoldást talált, és azt mondják, hogy bizonyos munkakörök betöltésén egyszerűen eltörölnék a képesítés megnépét, viszont ugye azért szakképesítéshez kötik azt, hogy kell ott lennie valakinek, aki azért ehhez a történethez ugyebben a formában ért, ugye? Ja, tehát a szakképzetlen munkások tevékenységét szakképesítésre rendelkezőnek kell majd irányítania. Most tehát jön egy villanyszerelő segéd, de azért áll ott valaki, akinek igen, van szakképesítése. A villanyszerelőnek gyerekek eddig is volt segédje, aki föladta a csokit, vagy hogy hívják ezt, amit így össze lehet patintani, meg a kábelt, most fölveszek, majd plusz, érted? Tehát, hogy drágább lesz persze, a meló, persze. Ha mellé kell rakni egy ízét, egy szakképesítést. Két embert kell egyrészt fizetni, másrészt pedig hányszor fordult már elő az, hogy amikor meglátták a munkát, akkor nem is a mester jött el, hanem elküldte valamelyik emberét, és aztán meglepődtél rajta, hogy és? A főnök nincs? Nem, hát ezt meg tudom én is csinálni. Na, ennyi. Nem, szóval ez biztos, hogy nem fog működni. Akkor csak párosával járnak, fognak majd járni mindenhova, és csak az egyik dolgozik. A másik pedig árgus szemmel figyeli, hogy szakmailag patente az, amit csinál. De figyelj, de nagyon sokan dolgoznak egyébként különböző szakmában képesítés nélkül közben. Tehát ugye jogász vagyok, imposztor szindrómában szenvedek, azt számít. Igen. Szóval hogy azért itt tényleg nagyon sokan írják, hogy miket csinálnak szakképesítés nélkül. Azt mondja, hogy csak Viber üzenetek nincsenek. Egy kis homok és egy kis mézkőmös kell is kész. Azt mondja, hogy Ausztriában Bécsben dolgozom gépészként, 4 éve papír nélkül, sehol senki nem kérte, ma már főnöki pozícióban, gépészenként. 25 éve vagyok sofőr, papír nélkül. 12 éve hegesztek Hollandiában, se nyelvet nem beszéltem, se hegeszteni nem tudtam, már a mindkettő megy. A hegesztés ultrahang alá, és bármilyen eljárással semmiről nincs papírom. 5 éve villanyszerű mellett dolgozok, semmilyen papírom, nincs, több 100 milliós házakat csinálunk. 3 éve traktorozok, jogosítványom sincs. 16 éve fafaragással, trófea átéteket faragó, úgyhogy nincs képesítésem. CO hegesztettem 6 évet, se szakmány, sem minősítési hegesztési végzettségem nincs.
Na jó, a fafaragó az egy másik sztori, mert ott az egy művészet, érted? Igen. Tehát oda érzékkel, arról én hiába szerzek papírt, hogy fafaragó vagyok, ha béna vagyok. Hát ennyi. De miért? Meg ott megnézed csak az újjaim. Vagyok, lassan 10 éve dolgozom webdesignerként. Te nem papírt kérsz tőle, hanem referenciát. Így van. Engem nem érdekel a papír, ha már küldj át 3 dolgot, megnézem, tetszik a grafikusi melód, megbízlak, csinálj nekem egy webdesignolás, vagy készíts egy weblapot, így nem? Van. Tehát én nem a papírt kéred, azt akarod látni, hogy milyen, mit tud. 10 éve kamionozok, nincs papírom. 4 éve lassan logisztikai asszisztens vagyok egy raktárban, gyakorló ápoló végzettségem van. Évekig voltam konyhafőnök, szakács, úgyhogy nincs szakképesítésem. Lakatos hegesztő vagyok Ausztriában, papírok nélkül 3 éve. Aha. 12 éve papír nélkül villanyt és gázszerek. Jézus, igen, mi van? Igen, de mondjuk önmagában az, hogy megélsz valamiből, vagy hogy valamit több éve készítesz, vagy csinálsz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó is vagy benne. Tehát oké, okay, értem, én ezt például ezt a szakácsképesítést. Hát igen, de nem tudnál sokáig burkolóként dolgozni. A világ legrosszabb burkolója, és nincs papírom. Bravo. Figyeljetek, itt tudjátok, szar vagy nem van szó. Tehát, itt arról van szó, hogy most... Hát egy konyhában azért el lehet seteskedni és utáskodni. Na de utána nem ajánlod, nem hívod, és a csávó egy hív múlva éjjel. Tehát egy szar burkoló az előbb-utóbb éjjel. Most a szakmában nem. Nem, az a baj, hogy nem. Nem lehet itt most legalizálás folyik, srácok? Hogy? Kifehérítik a... Hogy mindenki itt képesítés nélkül dolgozik, írják a hallgatók, és azt mondjuk, hogy jó, akkor legyen hivatalos. Igen. Politikus vagyok, végzettségem nincs, haverom annál több. Köszönjük szépen. Ez az őszinte vallomás, és örülünk, hogy bennünket hallgatsz. Nem, te szelektálni kell mindenképpen a szakmák között. Képzeld már, hogy jön egy olyan SMS, hogy adj a toronydarut kezelek 6 éve, az elsőben volt a kis probléma. Na most egy toronydarunál mi a kis vagyok. Probléma? Tudod. Tehát, hogy... Igen, aneszteziológus vagyok, semmi képesítése eddig nem vették észre. 3 embert tettem mélyaltatásba, 6-ot nem tudtam visszahozni. Mindig a doktora fogtam. Igen, de elégedettek. 20 éve borkulok, 42 évesen iratkoztam be suliba, hogy legyen róla papírom. Jövő hónapban vizsgázok, 20 éve burkol. Esküvői fotózás és grafika, 5 éve főállású vállalkozóként nincs papírom. 6 éve kezdtem CNG marógépen dolgozni, eredetileg asztalos vagyok, CNC részlegvezető lettem. Önálló műszaki rajzról dolgozom, 3D modellezek, programot írok kézzel, és számítógépen nincs papírom. Lacírt, azért ezek elég profi. Ezzel megmondom, mi még a nagyon nagy probléma, és nekem volt is ilyen sajnos én esetem, és én is egy ilyen kárvalótja vagyok egy ilyen sztorinak, hogy oké, okay, hogy mit tudom én, te 10 éve foglalkozol bizonyos tevékenységgel, de az első 2 évet azt mások kárán tanultad meg. Tehát hogy gyakorlatilag a szakmát úgy sajátítod el, hogy te abban a szakmában már dolgoztál. És lehet, hogy most már te a világ legjobb burkolója vagy, a világ legjobb nem tudom mi kőművese vagy, a világ legjobb akármi hát asztalos vagy, de az első 2 évben csak gányoltál. Igen, ez így van. Azt mondja, hogy fú, mennyi SMS. Fiam kövesként Ausztriában üzletvezető helyettes a Billában. Lassan 2 éve életművész vagyok, semmilyen papírom nincs. Füvet termesztek, nincs róla papírom, de nagyon jó vagyok benne. Köszönjük szépen! Mondjuk azt nem tudom, van-e rá képzés, fűtermesztő. Igen, a WC-n ülök, és nincs papírom. Segítsetek. Azért 6 éve rakom és újítom a burkolatot 10 emeletes panelekben, papírom 2 hónapja lett 300.000 forintért. Azt mondja, hogy kamu angol nyelvvizsgából vagyok. Jó, oké. Okay. Igen, köszönjük. Pénzügyes vagyok, bölcsész diplomával összeadni azért tudok. Azt mondja, hogy 5 éve vagyok nőgyógyász, asztalosnak tanultam. Na, ez kamu. Kértél már valaha nőgyógyásztól papírt? Hát nem, de nem is doktor, nagyon járok. Dr. Goldfinger Pista, érted? Remélem nincs ilyen igazából, érted? Bemész hozzá, hát ha most ajánlotta hát de valaki. Nem én, de mondjuk a kórház, ahol egy orvos dolgozik, ő csak kér. Igen. 2 évig szakács voltam képesítés nélkül, nagyon élveztem. Azt mondja, hogy... Úristen, mennyi üzenet, azért nem tudok egyedül ennyit olvasni. Dolgoztam képesítés nélkül ügyvédként, pilótaként, de voltam ügyeletes orvos is. Jó, Frank Engel, igen, ez egy film, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy 2003 óta vendéglátózom képesítés nélkül, Ausztriában étteremvezető is voltam, 5 csillagos hotelban. Mondtam, hogy van papírom, ezért még több pénzt kaptam, dolgoztam együtt olyanokkal is, akik elvégezték, és mégis alkalmatlanak voltak a munkára. Ez tökre igaz, ugye ezt elmondtuk, hogy ez nem feltétele annak, hogy te jó legyél. Hát a pincér szakmában rengeteg olyan ember van, aki nem tanulta a képzést, igen, és jó, és csak, működik. Csak bizonyos tekintetben azért biztosíték arra, hogyha tudod, hogy ez az ember ez éveken keresztül tanult egy szakmát. És a közbe derül ki. Persze. Oda jön a papírjával, azt kiderül, hogy se te meg suta. Igen, csak az a baj, tényleg az a baj, amikor ez a te károdon derül ki. Tehát, amikor már elvégzett egy munkát, vagy már félig benne van, és stb. Érted? Akkor kiderül, hogy basszus, ennek az emberek köze nem volt hát ahhoz. De volt papírja. Akkor melyik a jobb, ha referenciát kérsz, és tud dolgozni. Kész.
Azt mondja, boncmester vagyok, nincs papírom, de még nem volt rám panasz. Igen. A gépkezelőként dolgozom, 10 éve 2 napig dolgoztam, az mondjuk más, igen. Kamionos vagyok, nincs róla papírom. A gyerekek rengetegen dolgoznak papír nélkül. Tehát egészen elképesztő. Na jól van, oké, köszönjük szépen az üzeneteket. Nem tudtunk mindegyiket beolvasni, mert nagyon sok jött. Kamion nézünk akkor? 9 óra után? Persze! Bejárás? Persze. Bejárás. Hát még nem látjuk, csak kívülről látjuk mi is. Kamion bejárás, élőben közvetítjük, hol, Zsuzsi? A Duna TV-n. A Duna TV-n és a Karc FM-en. Nem, YouTube csatornánkon élőben tudjátok. De miért nem vagy 0-24-re berakva? Mi? Imádnám, hogy lenne egy live rólad. Éjszaka. Most úgyse csinálsz olyat, alszol, semmi de, nincs. Hát dehogy nem, de nem, nem, nem lehet. Nem 0-24, az összes 12 óra összesen. Megint merevedés. Megint nézd meg. Nézd áll a nézd a zsákja. Mi az a fiú, nem. Hihetetlen, egy óra telt el és harmadszor csinálja. Hát ezt az a csávó tényleg mit teszik? Joghurtot egész nap? Nincs rutinom a 0-24-es bekamerázásban, tehát hogy valószínűleg egy picit lennie kellemetlen szituáció. Semmit nem csinálsz. Egy boxer alsóba fekszel, alszol. Azért csinálsz. Mekkora lett volna, hogy nem szólunk és belakunk egy gólprót. Én akarom nézni a majd a YouTube-val, hogy a seggemet vakarom, az orromat turkálok, vagy éppen vattatok a tökömnél. Mindenki bocsánat. Csinálja. Igen, de nem kamerálni. Feri még most cserélhető. Én nem érek. Na jó. Oké, gyerekek, 9 óra után megnézzük akkor a kamiont, jó? És aztán délután meg valamikor kamiános, hát tulajdonképpen... Este felé az a délután. Igen, este. Az éjjel. Legyetek rajta a Instán, mert élőzik. Élőzik, és jön az élő, és aztán valamikor beköltözöl majd. Élőztél már? Egyszer. Egyszer volt egy ilyen öt perces élőzést már toltam. Igen. Egyszer, de nincsen benne nagy rutinom. Na, de azért mondom, az live legyen, tehát ne felvett videó, amit kiteszel, live-ozzál egyet. Na, nézzük meg, live-ozzál. Megértettem el. Tud a Samsung live-ozni? Hát. Van, le tud követíteni egy live-ot? Hangot ad? Ezt, amit a Samsung tud, már nem így hívják. De majd két év most meg tudják. Ez a jövő? Ez a jövőből jött a technológia. Na, megnézzük ezt a kamiont, jó? Úgyhogy jövő, mindjárt 8-10, pontosan 9 óra itt vagyunk rögtön a hírek után. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. István jelezte, hogy mondani akar valamit. István, jössz majd kamion nézni? Jó, annyira megtisztelő. Rendes, összi a bizalmat, tényleg. És azóta tényleg itt vagy egy napja, most már lassan adásba, és várod. Igen. Le a kalappa. Ezt hívják úgy, hogy alázat. Annyira jó. Műsorvezető lesz lassan egyébként. És már 4-4 sztárspalack megtalált az ott. Azt a Isten. Ne csináld tényleg. Tényleg? Hát ez durva. Szupi. Azt nem gondoltam volna. Hányra jössz majd itt megnézni? Már itt állsz. Ne csináld, de nem kell még itt állni. Hát gyere este vissza, nem voltad? István. Kerékbűn is lesz a vége. Hogy nem kocsival jött, de azt mondja, hogy nem kocsival jött, nem lesz kerékbűn. Ja. Na jó. Sajnos a kordon belőle nem tudsz jönni, de ugye ez nem probléma. Hm? Jó. Nincs oda, hogy már bent fekszel a kamionban. Ó, várjál csak, nem aludhatsz bent. Mi? Nincs rajtad alsó sem? Na jövünk mindjárt, itt vagyunk a hírek után, mindjárt rögtön. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 6 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, kamion bejárás történik mindjárt, a srácok már lementek megnézni kamionos új, hát hogy is mondjam, csak kis lakhelyét, ahova majd délután, vagy kora este János beköltözik. Úgyhogy mindjárt kapcsoljuk őket, nem elfelejteni, drága hallgatók, természetesen aki a beköltözés után pillanatban hangos dudával, dallamkürttel és minden egyéb hangkordozó eszközzel tud egy kicsit odaköszönni Jánosnak, az jöjjön nyugodtan. Jó, Hegyalja úton már lehet látni a kamiont. Gyorsan egy SMS, azt mondja, 4-es számú főúton Debrecen felől érkezőket feltehetően baleset miatt beterelik Kisújszállás felé, nagyon nagy a dugó és halálos baleset van az M5-ös 42-es kilométerénél Budapest felé, nagyon-nagyon nagy torlódás, úgyhogy vigyázzatok, jó? M5 42 Budapest felé, lehet, hogy teljes pályazár lesz, úgyhogy óvatosan jelenjen meg mindenki, és nagyon várjuk Ábelt természetesen a helyszínre, hogy jelentőleg jelenjen meg ő is, és éjfél körül próbálja meg behatolni a kamionba. Na, mi újság, srácok? Itt vagyunk, hello!
vagyok. Ábel is itt van már, benne van a kamionban. Látlak benneteket. Feri, hogy erre a napra külön zakóba jöttél, ez nagyon-nagyon rendes. Én kiöltözök. Ha ez a fiú valamit csinál, én kiöltözök. Igen. Élőben a YouTube-on is mindenhol lehet bennünket nézni, ugye? Tehát a rádió egy YouTube csatornáján, Facebookon mindenhol ott vagyunk, úgyhogy János szemrevételezését és a kamion meg tudjátok nézni. Na milyen a vas? Fél jó nagynak tűnik, basszus. Gyönyörű. Nagy, őrült nagy, pont két kerékkel van több, mint amihez én hozzá vagyok szokva, meg egy pár, mennyi, 1000 kilóval? Mekkora egy? Ne, hány tonna egy ilyen eleje? Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, illetve a kollégákat az úton. Hát ugye 40 000 kilóra van ezek mindegyik vizsgáztatva. Most, hogy így szólóba jött be, így ilyen 3800. Ó, csak így lecsupaszított, csak kis 4 tonnás. Hát azt hittük valami komolyabb. 4 tonnás, hát ez a legkomolyabb. Óriási, tehát hogy egyszerűen hihetetlen. Nekem a legutóbbi ilyen élményem egy ekkora járművel, vagy a hasonló méretű járművel kapcsolatban. Még az apám zéje, amihez nagyon küzdenem kellett, hogy föl tudjak lépni a vasra, de itt egészen meglepő módon látszik, hogy nincsen diszkrimináció. Öcsé. Tehát nem kell 180 centisnek lenned, vagy 190-nek, ahhoz, hogy egy kamionra fel tudjál mászni. Egy fellépő van, de az a fellépő, az körülbelül, mit tudom én, egy ilyen 50 centire van a földtől. Hát ez már extra, söcsém, ez nem az apád zíli. Viszont azt néztem, Jani, hogy... Jani, abba aludtál az apád zíliében? Nem, csak étkeztem. Kolbász. Igen, étkeztem, illetve megnéztem, hogy apám visszatekeri a kilométer órát. Ebbe ez lehet? Kilométer órát visszatekeri? Nem. Nem, aha. Jó, hát ezt jó, és hogyha nem vagyunk adásban? Akkor sem szerintem. Kacsincs. Jó, na, menjetek be, nézzétek meg belül. Szerintem meg a dolgot. Meg nekem a legfontosabb az az, Balázs, hogy tudjuk-e majd ébreszteni Janit. Azt már látom, hogy hol kell ütni a vasat, de azon gondolkodtam, hogyha fekszel benne, hogy ezt tudjuk. Mozgás meg, mozgass meg. Mozog, mozog. Nem, kopogni fogunk, dallamkörtünk lesz, Feri, minden öncsi. Lesz. Ez picit olyan, mintha ringatnának, tehát csak mélyebben fogok aludni valószínűleg. Most az első dolog, amit megnéztem, hogy ugye nekem ugye nagy idolom az Over the Top című Sylvester Stallone film, és Hawkot a kamiont használta edzésre. Az első dolog, amit megnéztem, azt, hogy a visszapillantó tudok-e húzódni, de sajnos úgy tűnik, hogy nem. Dehogy nem, csak nem törik. Azt mondta, fogom a mikrofon, tessék, fogd meg, gyere, mit csinálsz? Fölhúzóckodik, oda néz, egy, csináld meg, bajnok, kettő, még egy, jaj, lehet. Lehet, figyelj, lehet edzeni rajta. Az lehet, tükről húzóckodott, csak mondom azoknak, akik nem látják. Szevasz, tesó, kollega, bocsánat. Nem, mentős, és csak azért, mert hogy engedjék el. Na, Jani behatol a létesítménybe. Igen, mindig ilyen hangot adok, mielőtt behatolok. Szevasz, tesó, hajrá, kollega! Jani, érzed, hogy mennyit nem fogsz aludni, ugye a dallamkürtökből? Hallott, hogy ez egy sűrű éjszaka lesz. Gyerekek, az van, hogy Jani olyan magasságra fog följutni, ahova még soha. És itt van egyébként a marmonkanna is, amit kértem, mert hogy meg szeretném osztani majd a szűkebb környezetemben Lőrincen többekkel azt a gázolaj mennyiséget, amit le fog szívni majd ilyenek. Nem gázolaj lesz ebbe, haver, hanem tudod mi. Figyelj, nagyon. Azt becsövezzük. A katéternek a vívja az lesz. Szevasz, tesó! Balesetmentes! Nem kem mindenkinek kiszakadsz. Jani beült a székbe, a vezetői székbe ül ebben a pillanatban. Egyébként figyelj, haver, jól áll neked. Komolyan mondom, jól nézel ki. Köszönöm, és a kamion? Ugye egyben az egész, jól néz ki. Srácok. Ez légrugós. Az első döbbenet. Ez egy hintó. Jó illat van benne. Most nem megyek. Az első döbbenet jó az illat. De fura egyébként, amit szérvényben ezt soha nem tapasztalom. Amióta miért. Figyeljetek, még egyszer fel akarok menni, és még egyszer bele akarok ülni. Ezt fogom csinálni fél napon keresztül. Figyeljetek. Figyelj. Most nézd meg. És 60 kilóra is bemozdul. Tehát, hogy ez a durva. Hát még mit gondoltál, csak 100 kilós kamionosok vannak? Hát én azt hiszem, hogy én gyerekméretre nem. Az első pillanat, amikor Jani lenéz rám, jó magasabb vagy tényleg. Csak szólunk, hogy az a vas önmagában olyan 8-9 tonna, azt mondják. Tehát a pót nélkül, maga, amiben ülsz. Ez igaz? Ez 9 tonna? 8-9 tonna, azt mondják. Igen. Tehát, hogy igen. Pót nélkül. Szevasz, tesó! Pót nélkül 8-9 tonna. Nem mered kihúzni a kéziféket és becsapódni a baksomó.hu MV-kútba, Jani. Én bármit merek, tudjátok nagyon jól. Ez a P-betűt nem menj onnan. Tényleg, Feri, azt kérdezel, hogy el tud indulni, vagy ki van támaszva? Tehát Jani ilyen fél kettőkor keresi a kérdés. El tud indulni, nem biztos, hogy örülni fognak itt a bakcsomóvonnál, de el tud indulni. De benne van a slusszkurs, tehát indítható. Szevasztesó, de jó vagy! Légy, ne köszönj vissza. Benne lesz a slusszkurs, sőt használni is kell, hogy az akkumulátor az nem erüljön le. Ott van. Tehát igen. Aha. Milyen sűrű kell Janinak éjszaka ráindítania, vagy hogy csinálja? Direkt egy olyan autót hoztunk, aminek le van már félig merülve az akkumulátor, így 2 óránként minimum fel kell
felállni és beindítani egy 20-25 percre. De nem mondod, hogy járó motor lesz most a Jani alatt. De igen. Járni fog a motor? Járni fog a motor. Hát ez ő nem tudja, életében nem csinált ilyet. Látom, ahogy néz, tehát egy kis újítás. Akkor telefonon be kell állítanom, hogy a 25 percenként ébreszti. Körülbelül igen, de szerintem nem kell aggódni, mert itt az úton ébreszteni fognak. De mi az, ami leszívná az aksit? Hát figyelj, van egy villanyrezsója, egy hálózsákja, és kettő darab viaszos füldugója. Mi az, ami önmagában leszívja az aksit? Meg az a 180 cm-es átmérő LCD TV. Igen, meg gondolom fűteni is szeretném majd éjszaka. Ja. Feltétlenül, nem kell fűteni. Akkor nem lesz gond. Nem fűt. Hát mert hozzá egy hálózsákot magammal. Megmondták, hogy a szélszes lányok majd váltásban meglátogatnak kettő óránként is. Ahogy látjátok, ez egy 600.000 kilométeres, ahogy kértétek, lábszagú kamion, tehát olyat hoztunk, így ez már be van járatva. Hát, ha neked ilyen lábszagodon, költözzünk össze. Yeah. Az nagyon fontos, hogy Jarinak van egy villanyrezsóra. Invertert bele tudunk rakni, vagy hoztam. Esetleg hoztál? Hoztam mindent. Van inverterünk? Van inverterünk, van gázrezsónk, mindent hoztam neked. Nagyon szépen köszi. Figyeljetek, a kormány az ilyen magasan szokott lenni? A kormány mindig magasan van. Az utóbbi 8 évben nagyon magasan van. De hogy valódat, hogyha van az a pedál, azt megnyomod, és magad felé húzod a kormányt, akkor az több de Jani, te azt nem fogod használni. Odáig jussunk már el a Janival, akkor, hogy ezt a beindítást megtanítjuk neki, jó, hogy mit kell csinálni. Jó. Nem egy bonyolult, el kell fordítani a kulcsot. De semmi kuplung, ilyesmi. Hol a kulcs? Ezekben nincs, ez teljesen automata. Itt a kulcs, megvan a kulcs! Kuplung, Feri, kamion. Hát mit tudom én? Te mikor ültél utoljára a kamionba, ember? És az hol a sebváltó, egy hosszú bot, ami a buszokon régen, a botváltó, az merre van? Most pont arról beszélgetünk, hogy képesítés nélkül egy csomó dolgot csinálhatnak majd emberek ebben az országban. Legyek én az úttörő, jó? Jogosítvány nélkül elindítok egy Volvo kamiont. Figyeljetek! Gyerekek! A fékre nem mersz elindulni. Nem mersz vele elindulni. Behatoltam. Figyelj! Beraktad a túszkulcsot. És elfordítom. És nem történik semmi! De finom az a hang. 1-6D. Melyik a gáz? Azt most kicsit túráztatatom, nem? A jobb oldal. Picit túráztatom, nem? Figyelj! Köszönöm! Vigyázzatok, Jülő Jani! Kisöpörjem az egész tetszeseg a jobban! Milyen hangja van? Igen, nem is baj, ha leállítod, nem annyira adásbarát. Tudod, hogy ez számomra soha nem volt gátló tényező. Persze nem hallunk semmit. Na jó, leállítom. Jó, hol a budi, gyerekek? Azt kérdezzük meg főnök urat. Hol a budi? Kaki sátor van. Hoztuk egy pár meglepetést Janinak. Igen? Ma fent van az ágyon fel. Igen, egy befőtös üvegnyi csótány. Nézzétek csak, hátulézőket készítettek. Figyeljetek! Egészen megdöbbentő! Kaptam egy vadonjani feliratú! De menő, ez tudod? Rendszámtáblát! Illetve nem rendszámtáblát, hanem ez egy ilyen... Ablaktábla. Hát ilyen névjegy, gyakorlatilag a kamionos névjegy, nem? Tehát minden kamionos úgy érzi, hogy neki kell csináltatni egy ilyet, ugye? Igen, CB hívó névnek hívják, CB hívó tábla. CB hívó név. Így van, de ezekben már nem annyira van CB rádió. Tényleg mi van benne? A kollégáknak be tudok szólni, vagy tudok velük beszélgetni egy kicsit esténként? Telefonon maximum vágja. Ja. Nincs már ilyen közös beszélgetés, egy gumikacsa, jelentkez, ez már nincsen? De van, egyébként működik. Ebben a kamionban jelenleg nincs, mert ez egy új kamion. És csak mondom egyébként, hogy tényleg lesz majd kis esti olvasmányom is, hogyha késnek a szélszes lányok, mert hogy gépjárművezető kézikönyve, és nem túl vastag, tehát hogy ezt szerintem ki tudom olvasni. Nem kell, hülye álló, azért ezt hoztuk neked, tudod? Jani befeküdt hátra, illetve még csak beült, na mit készítettek be neked a kamionos kollégák? Nagyon szépen köszönöm. És itt van egy igazán prémium kategóriás meglepetés. Egy kis szeltűntelen naptár 2021-ből. Igen, ez egy limitált kiadás, vagyis jubileumi kiadás. Azta. Igaz, aláírta. Ez sajátod? A művésznő aláírta, igen, nem neked, nekem írta alá, de odaadom most így ezt. Milyen fura, hogy március 5-e rögtön május következik. A használt oldalakat kitépte. Nagyon nehezen, Jani, de menni fog rá, hidd el, menni fog rá. Húha, nem lesz könnyű, de este így ilyen kettőkor küzdelmes lesz, de kettőkor ilyen menni fog rá, hidd el. Bennem bízhatok. Két duda között meg fogod csinálni. Abban a hidegben, azt a... Nagyon jó. Jézusom. Mi van még hátul? Mi van még hátul, Jani? Ja, ne időzzel, ki szeretünk, bocsánat, nem elég között. Hihetetlen, hogy mire képes már a Photoshop. Azt mondja, hogy...
Jó az ágyad. Csak mondom. Ó, a nagy méretű. Óriás palack, óriás, neszteás palack. Másfél természetesen. Literes. Nagyon másfél literes. Azt nagyon értékeljük egyébként, hogy van humorérzéketek, mert hogy... Azt na, én leveszem tőle, hogy nagyckor, ha megyek, Jani, leadhatod, jó? Jó, adok jó, jó, mindenképpen. Azt én elveszem azt mondja, tőled. Hogy, hogy picit, antibakteriális törlőkendő. Ezek, amiket betettetek, frankon benne van egy rendes kamionosnak a kelléktárában a nagyszájú palack. Természetesen nincs, azt mindenki magának szokta intézni, de Janinak az előző adásokat hallgatva hoztunk egyet meglepetésként, hogy sikerül majd, ha nem sikerül kiszállni a kamionból, akkor legyen. Legyen egy ilyen mentő. Öf. Jani, nézd már meg, hogy a fekvőhely alatt nem bújik-e két indiai sofőr azért, nem rejtegeti őket, tovább veresz két indiai sofőr. Palakpanír. Ja, bocsánat, azt mondta, hogy csukjam vissza. Jó, oké, velük jól el leszel, megcsinálják neked majd a izét, a garlic nand. Jól látom igen? Egyébként, hogy több fekvőhely is van benne? Úristen, és mit keresek benne? Azt a mindenit! Hát a dupla fekvőhelyes, váltott sofőret. Jani, jó hír! Ugyancsak egymás fölött, de tudtok feküdni. Ez mi az egy emeletes ágy? Jól látjuk, Jani? Figyelj, ne, gyakorlatilag van egy lenti fekvely, ami aha, alatt ott van ugye a pakisztáni barátunk, illetve itt van föntebb is egy hely, egy felső, én a felső ágyon akarok aludni. Mindig fent aludtam. Akkor engedd le, és akkor az lesz a te bubukáló helyed. Helyen férsz benne, ha leengedik? Persze. Ott mennyi hely van? Figyelj, annak idején a javítón... Normál, ugyanakkor a hely van, mint lent, normál fekhely van fent is. Tökre rendben van. De annak idején tényleg a javítón előbb is mindig csodálkoztak a srácok, amikor kérdezik, bocsánat, hogy csak felső. Jó, akkor jó, gyerekek, a szakértő urat, hogy hívják, nem tudom a keresztnevét, elnézést, Gyuri Dávid, bácsi. András Dávid. András Dávid szakértő úr. András Dávid, Váberes szakértő, Gyuri bácsi úr. Hogy hol kell bedobni az altatógázt? Melyik az a rés az ajtón keresztül, ahol lehet az altatógázt dobni Janinak? Az ajtón keresztül nem fog menni, de itt vagyom majd a tetőablakot. Jó, köszönjük csak szépen. Ott nem van tetőablak is. Tetőablak is van. Hogy kell kinyitni? Azt mondja, meghúzom a piros kart? Jól látom? A piros kart semmiképpen elektromos. Meghúzom a piros kart. Úristen, Jani, ez nem egy Moszkvics, ez egy Volvo kamion, basszus. Jani, elektromos, ne feszegje! Elektromos, ráadom a gyújtást előbb? Igen, segítek jövök. Ráadom a gyújtást. Jó. Oké. Kapcsolt ki a rádiót, mert nagyon visszhangos lesz. Szakértő úr nem először csinálja ezt, úgy tűnik. Igen, csak egy 10 évig vezetett. Oké. Megnyomod a gombot és elsötétedik. Igen. Ez igen. Az egy sötétítő, amivel mit csinálunk? Összecsipentem és... Azért, Jani, apacska. Egészen megdöbbentő, hogy egy tetőablakkal mekkora örömet lehet neked szerezni. Te szevasz, tesó, jó utat! Nem lehet neked mondani, hogy... Ja, bocsánat. Hogy... Mit csinálok? Ezt is el tudom húzni? Egyre jobbak vagyunk. Figyelj, egyre jobban belakom szóval a helyet. Káló. Igen. Most már nyitva van a tetőablak, így jöhet a könyvgáz meg a hasonló. De teljesen ki lehet nyitni egyébként? Már nyílik. Ki tudok rajta bújni? Nem, annyira nem. Nem? Hát a piros kart, hogyha meghúzod. Figyeljetek, csak még egy fontos dolog, hogy a körbe le lehet ezt függönyözni? Vagy te a világosba fogsz aludni az utcai lámpa fényénél? Ez teljesen besötíthető, körbe függönyös a kabin. Nem fog beszélni. Hát csendes nem magány áll. Lesz ez. Ja, te is kiszel tünde. Igen. Nagyon jó. Mami. Ja. Ez micsoda? Itt van egy távirányító az üléshez csattintva. Ez mit csinál? Ez légrugónak a vezérlője. Aha. Ja, ez neked nem kell, haver. Légrugó nélkül el vagy. Ja, de az egy nyomogas próbált ki föl. Emeli! Az egész Verdát felemelte? Igen. Úristen, tényleg olyanok vagytok, mint a gyerekeim. Ugyan, de jó, jaj, de jó, mit kapja a karácsony rapitól? Emeli! De ez elindult hátra, haver. Megint a Mimikulásnak, hogy tudod neked kamion. Hűtőszekrény van-e benne, ez fontos kérdés. Hűtőszekrény van benne? Hova tegy a vizeletet a Jani, hogy esetleg tárolja egy ideig? Hűtőszekrény van benne, hűtőszekrény. A hágy alatt van a hűtőszekrény, mellett egy nagy tároló. Na, hát, hogy Jani, tehát hozhatod a vegán felvágottat, Jani, a hűtőszekrényben, meg a párhuztai sajtot. Nyitom, várjál picit, várjál megpróbálni. A haverjai dudáltak, Jani. Bocsánat, ez nem, az orosz megint rossz, hogy nyitottam. Az egy pakisztáni volt, Jani. Igen, az egy Punjabi MC barátom itt van. Ó, és itt van egy hűtőszekrény. Na, mi fér bele? Várjál, megnézem. Kihúzhat a hűtőszekrény, megőrülsz, nagyon jó. Ez egy vese? Kihúzhat a hűtőszekrény az ágy alatt, kell nagyon a mellékes jó. A kollégátnak is. Figyeljetek, hűtőszekrény is van benne, az egész ez nagyon durva. Fél komolyan mondom nektek, hogy jobb, mint otthon mi? A halomi úti lakásunkban nem volt ennyi extra.
Fél, nagyon tetszik, nagyon igényes. Na, mi van még benne? Azt mondja, hogy találtam még egy lámpát. Van benne egy olyan kis kihajtható kézilámpa. Remélem kihajtható. Szevasztesó! Remélem kihajtható a lámpa, mert valójában most lehajtítottam. De ez is tök jó. Olvasó lámpa, de ez neked funkció nélküli, tudod. Teljesen értelmetlen. De hát, úgyis csak én leszek itt meg tünde. Tehát, hogy azt mondja, hogy itt megnézem, hogy felül pedig tároló rekeszek vannak, az is szuper. Figyeljetek, tehát gyakorlatilag semmi túlzás nincs benne, hogy ebben tényleg lakni lehet. És még ide készítetek nekem egy hálózsákot is. Minden van, igen. Pisilik, aki ugye nem tud bent ajani, tehát az valahogy kint kell, nincsen budi, WC, ugye? Az nincs. WC az nincs benne, ha nagyon akar, tudod a középre egy vörbe, de én nem ajánlom. Te próbáltad azért? Nem, én nem próbáltam még... De szerintem Jani megfogja. Persze, meg itt van azért az 50 feletti férfiak, a kedvenc barátnője, Tenna Lady. Van ebből világrekord, hogy mennyi időt töltött egy ember egy ilyen kamionban? Nem tudok róla. Aha. Biztos, hogy vannak, akik nagyon sokat kint vannak, hát ugye nem ingyen csinálják az emberek. Minél többet vannak kint, annál több fizetést tudnak hazavinni. Fontos ja, kérdés, hogy a spanifert hova rejtettétek, hogy éjszaka Jani be tudja zárni magát, hogy nehogy rátörjék az ajtót, hogy ez van spanifer bent, hogy a két ajtót egymásnak feszítse? Spanifer nincs, ezek az új autók már ilyen úgynevezett nightlock-kal rendelkeznek, tehát belülről ilyen nagy retesz zárral le lehet zárni az autót. Aha. És vannak extra masszív Waberers gumipókok, tudod? Gumipókok. Spanifert azt nem hoztunk, de hogy eltűnjenek, illetve a két tankra is hoztunk két nagy lakatot, mert hallottuk, milyen ambíciókkal rendelkeznek. Gyugi, megfúrja, ügyes fiú, megfúrja. Leszívni a gázolajat belőle. Na jó van, gyerekek, oké. Okay. Hát nagyon menő. Jani, jó lesz neked ott. Szevasz, tesójuk vagytok! Eseménybe test! Kamionos köszönés? Tényleg kamionos köszönés? Hát a Waberersesek köszönnek egymásnak az úton, integetnek. Dudász, nincs ilyen kifejezett kamionos köszönés. Aha. Tehát olyanok, mint az alfások kicsit egymásnak köszönnek. Kicsit igen. De nincs az, hogy jó pihenő helyett sok lányt, vagy ilyesmi. Van egy jogurit. Jogurit. Az jó, a jogurit. De jó, ezt meg is tanultam. Jó van. Oké. Okay. Nem örültem annak, hogy csak integetek egymásnak, mert ez tényleg egy picit olyan, mint az alfások, ez a pózörkedés. Nincsen barátság, de... De van, van. Mi segítünk a másikon. Na jó, jogurit, van, haver. Na, guruljál, akkor Jani még visszajön, majd még visszajöttök fel. Itt nem ész, ugye mondtad, hogy neked menned kell tőled, elköszönünk. Igen, mert én éreztem, hogy István az simán tudja ezt, amit igen, én. Ugye? De már mész egy a kamionok országos szakszervezetének műsorvezetését vállaltál. Már elszúr gyerekek, fölhívott. Összeérnek a szállam. Igen, te már 10-kor egy szakszervezeti találkozom, vagy azért az akó. Feri műsort fog vezetni, pedig csak egy stratégiai megbeszélés lett már beresztül sorban úr. Sárga zakót akartam, de az nem volt, úgyhogy így jöttem el. Csodálatos. Holnap reggel akkor 6-kor mi talizunk lent. Igen, jövünk le. Egy kürt próbát kérnek tőle, Jani. Tehát az egy kürt próba. Azért, hogy ha a nagyon unatkozó hajnali kettőkor vissza tudjál dudálni mindenkinek. Egy kürt próbát még nyomjunk azért. Nézzük meg, hogy tündemény szól. Tündemény hátra. Légyszeres, meleg is. Annyi nagyon fontos, hogy ez egy Volvo kamion, tehát ne zsinort keres, amit meg kell húzni. Aha. Jó? Most tehát rajta van a gyújtás, tehát elviekben lehet dudálni, ugye? Aha. Na, ez mi van? Ez az! Figyelj, ha nem tudsz aludni... Menjél már zöld! Mi az, hogy átrobálsz? Ez az! Most lettem igazi kamion. Figyelj, azt tudod egyébként csinálni, Jani, hogy a gyanútlanul előtted elsétálókat éjjel kettőkor megdudtam. Tényleg, tényleg. És kettőtől lényeg csak azon szórakozol, hogy idős néniket ledudálsz az ebben. De jó van, jön a néni a Foxival. Wow! Igen. Kész akarod! Igazi állat. Simán lehet, ha nem tudsz nagyon aludni, megvan a szórakozás. Persze, abszolút. Kusisáv, kis köcse! De úgy, hogy te a parkolóba állsz. Ja nem, az túl nagy ahhoz, mert sárga, szerintem nem fogják elhívni, hogy taxis vagyok, igen. Azért megyek a sávba. Waberers urat, kérdezzük már meg, hogy miért vették ki a CB rádiót? Azt miért nem CB-szettek egymás között a régen, vagy most milyenek az újítás? Régen tudtak dumálni, ez miért nincs már? Vagy ezek miért van oka ennek? Hogy... Nem tudok különösebb okáról, tudnak dumálni, ez egy külön, ha gépkocsvezető beszerzi saját magának, akkor tud kommunikálni. Ja, értem, tehát annyira, ez nem alap. Igen, annyira elterjedt már ez az ingyen internet, mindenhol telefonálnak, inkább az a menőbb, és azt szokták használni, tehát telefonon beszélnek egymással most már. Értem. Nagyon haladott a technika. Oké, na gyerekek, akkor Feri neked csók, Jani, gyere vissza, és akkor holnap meg nem akkor ébresztünk téged, jó? Jani, maradj, egy kis vagy kis haver. Most velünk settingset állítok már, egy system settingset. Igen. Jó, és akkor hozhatsz mindent, van inverter, gofrisütő, villa, szendvicsütő, minden lehet. Nagyon szépen köszönöm. A retro egyen lejjebb van, dudáld már szét őket még egy kicsit, jó? Miért szétrepennek a hallgatók, mind a 20? Kiabálj már föl a Gábornak, hogy gyere ki az örkére!
ki, pucsi, a kemény vagy! Most lejátszatjuk! Mi van, befostál? Szevasztok, tesók, joguri! Óriási lesz. Jó, na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt a hírek után, Feri csókolnak. Sziasztok, csöcsöm. Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel. Itt vagyunk. És írják sokan, hogy oké, mobiltelefon cső, vagy a kamionosok között, de ugye ez a CB az volt, hogy te beszóltál Frekin, akkor azt mindenki hallotta, aki azon a Frekin van. Igen. Mobiltelefonon nem tudod hívni a havert, hogy merre vagy, de hogy ez a régi CD-zés, vagy CB-zés, ez tök fura, hogy eltűnt. Én azt hittem, ez mindig van, hogy féljetek, skacok, három műség, és akkor toljátok, és akkor száza hallják, hogy te bemondasz, hogy valami műszaki probléma, vagy valami ilyen előre nem látott esemény, vagy ilyesmi, amikor tudnak a többiek segíteni, adott esetben szükséged van bármire, nem előre, benyára, illetve gázolajra, bármire, kerékre, akkor többiek tudnak segíteni. Most, hogyha egy számot fura, én azt hittem, hogy van ez még, igen. Én is. Az olyan jó, olyan közösségi feelingje volt az egésznek. Igen. Akkor ezek szerint ez sajnos nincsen, de minden más van. Figyelj, ez tényleg egy hintó. Igen, az élő applikációt használják, ugyanaz, mint a CB. Tehát, hogy van valamilyen közös app, és azt beszólnak, és ugyanúgy hallod, vagy ugyanúgy lehet, hogy még le is játszol neked hangban. Tehát lehet, hogy nem tudunk már valamit. Lehet, ez kicsit analóg ez a gumikacsa, embötös nyírad, hogy trafipax, és akkor hallja mindenki. Tehát valószínűleg ennek meg már van egy elterjedte, vagy egy URH, vagy nem tudom milyen változata. A Zélo nevű app, igen, sokan írják. Lehet, hogy betiltották. Még lehet, hogy betiltották, az is lehet. Nem, hogy van erre egy jogszabály. Ja. Hogy a rendőrök mentünk, de Frekiét zavarták. Elég, és akkor bármi megtörtént. Ez igaz, és annak az ellenkezője is, igen. Na jól van, de jó, csecse ez a kis cucc. Nagyon jó dolgod lesz benne. Figyelj, egyébként tényleg komfortos. Szóval, hogy ez oké, persze, nyilván ebben munkát vállalni, meg menni, meg sokat, az már egy külön világ, de így ez 16-18 órára ez teljesen szuper, szuper. És csak az a kedvér megtudásul, akik nem sokat tudnak a kamionos hivatásról. A kamionosok 95%-a nem annyira prosztó, mint én. De nem baj. Földudát erre. De már alig várom. Kihívtad őket, hogy jöjjenek le és játsszatok le. És nem érkezett rá reakció. Alig várom majd a Fox is nénit hajnal 4. Én szerintem ciázd, de 4 és 6 között nem tudsz aludni, kicsit magasabb a kortizolod, fölébredsz, kivágja a szemedet, ez az álomba, elülsz előre, és aki elmegy. Teljesen váratlanul terjed után. Vagy ahogy megy át ott a zebrán mellett, és utána elbújsz, lebújsz, tudod. Hátrén, senki nem ül a kamionban. Visszaülsz, megint egy duda. Hidd el, hogy ez olyan érzés, mint a vasember páncélja, belebújsz, és akkor a pofát lesz. Persze, hát mögötted van 8 tonna vas, érted? Hát azért az megindul. És kiszállok, és ott vagyok 60 kilós zörgőcsontú vegetáriánus, tudod. Igen, igen. Ez ilyen szép hangja van ennek a motornak. Fú, nagyon, ziraz. Nagyon. Igen. Azért zakatol az 1-6D. Szakértő úrnak a tekintetében volt azért egy kis félsz, tudod, ott egy pici bizonytalanság volt benne, amikor elfordítottam a sluszkulcsot, hogy ez most jó ötlet volt-e, vajon megengedni. De nincs kitámasztva, hogy elég egy kerek egyeset, el tudnád indítani a vasat, meg tudsz vele lódulni? Igen, hát akkor irány a baksomopon. Szerintem van ebben annyi kakaó, hogy azok a bakok nem akadályoznák meg, hogy elinduljak bármelyik irányba. Igen. Ha megvadulnék, érted, ugye? Na jó van, gyerekek, időjárásunkat akkor István mondja. Jó, István, milyen időnk lesz? István itt van velünk, István? Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Igen, de ez jó tett egyébként egy Feri kontra István viccmesélés, azért ez... Szerintem egyébként tényleg? Hát azért... Egy viccverseny? Döntsük már, hogy ki a jobb. Kivel kezdjük? István? Mondja István az első. Igen, ne. Feri? Ne legyen Feri, mert utána akkor István tud rá dobni. Jó. George Joker. Oké, Feri, na egy viccet, jó? De ne túl régi legyen, tehát valami friss. Jó, okay. de, na. Amit már itt tanultál Pesten. Nem volt. Hát ez nekem ez most nem. Igen, nem volt ez olyan rossz, Feri. Az baj, nekem már mesélte. Hát a teknős. Hát nem érted. De tudom, de ezt már mesélte nekem ötször. Jó? Mindig elfelejtem. Jó, Istváné? De egyébként nem rossz víz. Nap, jó, István? Rosszakat el kell ítélni. Ja, várj, nem ezt akartam. A nevetést akartam. A rosszakat, tehát a rossz viccmesélőket el kell ítélni? A rosszakat el kell ítélni. Akik bűnösek, szenvedjenek. Teljesen. Így is teljesen. Van. Így is van. Teljesen igaza van. Nem, félre nyomtam. Nem ezt akartam. Hol van nekünk, amit kerestem? Na mindegy, jó van, mindjárt megtám. Hát ezt már leadóztad. Ezt már le, ez már elment, ez a poén, ez így meg is öltem ezt a poént. Oké, mutatjuk akkor, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, ugye? Uh-huh.
azt mondja, hogy nézem, mit írt Anna. Itt van, ugye, megbeszéltük, hogy ezek a kis mikro költéseink, ezek mennyit számítanak. Mondhatják persze, hogy na most mennek csak valamiből, de nem is ez volt a cél a beszélgetésnek, csak hogy az ember elveszi a bankkártyát, arról kezdünk beszélgetni, hogy jönnek a különböző szolgáltatóktól, Apple-től, Netflix-től, különböző stream szolgáltatóktól, hogy új is meg a kártyádat, mert nem tudják levonni. És az ember, amikor ezt egy automatikusan fizetgeti, akkor rá sem jön, hogy már hány helyre ígérte, 900 forintot, 800 forintot, 1100 forintot, ugye ilyen apró kis dolgok, aztán egyszer összeszámolva realizáltuk, hogy egy bankkártya cserénél hirtelen mennyi mindenki panaszkodik, hogy nem tudja levonni tőled, és gorcsó alá vettük, hogy kinek milyen előfizetései vannak. Akinek nem ingene vegye magára. Hát ez nem egy mindenkitérítő téma. erről beszélgetünk. Még egy szerencsés. És megbeszéltük a mexikói ufókat, akiket kb. 2 vagy 3 hete mutattak bele. Ezek a kis 40 centis testek, amiket egy perui algabányában találtak, több ezer évesek. Ezeket most alávetettek mindenféle CT-s meg MR vizsgálatnak, és én hoztam az eredményeket. Hát nagyjából két szkeptikusnak, de azért mintha egy kicsi fény derengene az alagút végén, és kezdenétek egy kicsit átállni. Feri már korábban, de te is azért úgy megnézhető vagy, mert úgy néz ki, hogy ezek az ufókok, ezek nem hamisítványok. Legalábbis a világ tudósai most egyre lelkesebbek. És nem sütiből vannak, mint ahogy néhány mém ezt ábrázolja. Egyébként az Instán ezek mostanában szembe jönnek, ezek nagyon vicces. De tényleg ezek a kis emberek. Nem tortából vannak, igen. Van csontvázuk, vagy van bennük valamiféle vászszerkezet, amit a röntgen felvétel is kimutatott. Úgyhogy izgalmas a téma. Igen, nem mutatjuk, mi a Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Gyerekek, kézzétek el, nem tudom, ezt észrevettétek-e, de érdemes belőle témát csinálni, hogy néha milyen jó, hogy az ember elhagyja a bankkártyáját. Számos előnye van. Számos előnye van ennek, és szeretném veletek megosztani, és érdemes mindenkinek egy ilyen egyszerű önvizsgálatot tartani, hogy milyen érdekes, amikor te elhagyod a bankkártyádat és letiltod. Ugye nekem velem ez történt. Ezt a bankkártyát elhagytam, ami itt van a kezemben. Igen. Már érzitek, hogy ez önmagában. Tűnik, mintha meg lett volna. Igen, természetesen sose hagytam el, csak azt hittem, elhagytam. Azt, hogy elhagytam. Erre jött egy fizetés az AliExpress-től, amire megijedtem, hogy elkezdték használni. Viki rendelt egy csomagot, de nem is ezzel van a baj, csak az én kártyámat adta meg, de pont az eltűnés után mondom, a rohadékok megtalálták, már Alibabá húzogatják le a pénzemet, hogy veszetek rohadtak. Veled nem csesznek ki, mit csináltál? Letiltottam a kártyámat a csudába. Igen. Rájössz arra, hogy hány kicsi, apró, mikro előfizetésed van. Ti ezt realizáltátok már egyszer, srácok? Én megmondom, hogy nem mertem még utána. Na figyelj, ez azért érdekes, mert amikor eltűnik a bankkártyád és letiltod, akkor ezek a szolgáltatók. A Google-tól keresztül, az Apple-ön keresztül, a Netflixen keresztül, az HBO-n keresztül, az RTL-en keresztül, a Disney-n keresztül, nem tudom mennyi keresztül, elkezd neked irogatni riadtan, hogy legyen szíves, újítsa meg a kártyádat, mert nem tudjuk vonni a havi előfizetést. Úgyhogy minden évben el fogom hagyni a bankkártyámat. Hát de ez meg is történik. Jó, az öt az egy picit túlzás. És figyelj, tök jól esik. Most éppen valamelyik stream szolgáltató könyörög nekem, hogy újítsa meg, és nem nézem őket, és nem fogom. Mert ilyenkor jössz rá, hogy valójában hogy nem használod tőle, most letérdeltek haver. Nem nézed őket, és simán megcsinálhatod azt, hogyha aztán mit tudom én, a következő hónapban bejön valami olyan sorozat adott esetben, ami tényleg érdekel, vagy film, ami érdekel, akkor arra a hónapra előfizet. Csak ezt nem csináljuk meg, tudod? Nem csináljuk meg, igen. Ráadásul van az éves előfizetés, az a leggenyóbb. Ez a gazdagok problémája. Nekem az is feltűnik, ha nem kapom vissza a számlavezetési díjamat. Nem feltétlenül gondolom, hogy ez most egy ilyen klasszik gazdag probléma. Nem erről van szó, hanem hogy hány olyan pici dózisban fizetsz ki valamit, és érdemes az embernek saját magát megvizsgálnia, amiről egy kicsit átvágod saját magad, és pici apró összegekbe úgy befizeted, de már egy idő után nem veszed észre, ez a sok kis mikrodózis, ez egyébként milyen nagyra tud duzzadni. Engem mondom, meglepett. Na hát akkor a Disney Plus az évi 24 000, éves HBO Max 18 900, camping.info. Előfizetél egy camping.info-ra? Mondom, neked éves 3490 forint. Mikor? Úgy, hogy fogalmam nincs. Most, hogy nézem, ez valószínűleg, amikor lakóautóztunk, akkor ez a kempingeket összegzi, mi van a közelbe. De ebből van egy, amit használunk is, a Park Fortnite, az évi 17 000 forint. De akkor megyek tovább. InShot Video Editor, 4900 forint. Radio Tunes, éves 14 000 forint. Tidal éves, mi? Havi 3890. De hallod, magas élet. Hallod? Magas. Hallod? Érted, ez képest a TV2 luxus fiatalok sehol nincs, ahogy te jössz, öcsém. Az a rádiótyúnsz, ez micsoda? Különböző csatornákat állítanak össze. Minden szarra előfizetsz. Érted? És csak zene van rajta, és akkor azt mondod, hogy te chillbe akarsz utazni, metalba akarsz utazni, és meghallgatod, nem tudom,
akár. Na ezért jó Feri, hogy 40 éve keresztül nem csapongsz. Mit van még? Hogy érted? Mondom, mert nem álltunk itt meg, tehát ez egy nagyon fontos dolog, érted? Rákattintasz a csatornára, és akkor te olyan zenét hallgasz. A Tidal az egy zeneszolgáltató, és abból van egy 1000 forintos előfizetés. A prémium kell, ahol jó minőségben jön a zene. Havi 3890. Ripple, ez egy képszerkesztő program, mindösszesen éves 17 000 forintot. Jézus, mondtam, hogy nagyon durva. Azt nem nyitottam meg az elmúlt egy fél évben. Felülbírálom ezt, amit az előbb mondtam, megkaphatnám azt a lóvét, amit a feliásult. Megtaláltad, a Player Ruházban benne van az összesítésed. Megvan, a Play Store-ban meg tudod nézni. Unlimited access. Nem tudod mi. Meg is álltunk ez itt. Vajon mi lehet? Ez a neve. Jó, ez éves 3009. Light Leap, ez szintén egy képszerkesztő, ahol még ilyen mozgó cuccokat is tudsz beletenni. Utoljára 2020-ban nyitottam meg szerintem. Relieve, Run, Ride, Hike and Walk. Ebből egyiket se csinálom. Tökéletes. Oké, teljesen jó. Ez egy nagyon fontos. Hagyd el a kártyát, az a megoldás ide. Forint. Mexikói orvosok, független mexikói gorcső alá vették, és nem találtak bizonyítékot arra vonatkozóan, a nem emberi lényeket emberek szerelték volna össze, vagyis manipulálták volna őket, mondja a New York Post. Megjegyezte, az egyik példány hasában nagy csomókat találtak, melyek tojások lehettek, tehát terhes lehetett, azt írja. Meg tudom erősíteni, hogy ezeknek a testeknek nincs közük az emberi lényekhez, fogalmazott egyébként a mexikói haditengerészet egészségügyi tudományos intézetének igazgatója. Jó, ez önmagában... Szóval azért ez nem hülye csávók valószínű, nem adnák a nevüket egy tortából álló hamisítvány. Persze. Ő magába abban semmi nagy megfejtés nincsen, hogy ezek nem emberiek. Tehát, hogy valószínűleg nem az. Engem ebből az egész dologból a röntgenfelvétel érdekel a legjobban, meg az tűnik egyébként egy picit meggyőzőnek, mert hogy tényleg látszik, hogy van egy belső váza ennek a kis bábúnak, vagy babának, vagy esetleg nem humanoid jellegű. Itt azért 8-10 emberből álló komoly brigád vizsgálja. Azért ott egy valaki lenne, aki visítana a gyerekek. Ez krémesből van, tortából van. Igen, és a CT alatt megolvadt. Tehát, hogy igen, és szét volt. Ez baromi izgi, és ugye a DNS ilyen szekvenciákat is vizsgálta, és ott elmondták, hogy 30%-ban különbözik az embertől. Tehát azért az elég sok. Azt nem is mondták, hogy a koponya is egyben van, tehát azt se tették össze. Ezek így önmagában tök jók, tehát én hidd el, hogy már félig átálltam, de és tök jók, csak ez a csávó zavar benne. De miért nem vesznek belőle egy mintát? Szerintem ezt csinálják. Én nem tudom, ez a fluoroszkópos vizsgálat, ez a röntgen, a CT, meg ez a harmadik mert vizsgálat. Most idézőjelben most így leegyszerűsítve, lefabadosítva ezt a dolgot, most így átvilágították, de ugye le vannak törve az ujjai, a lábán is, meg a kezén is, néhány ujja már sérült, ott azért csak látszódnia kellene, meg látni lehetne ezt a bizonyos csontvázat, vagy bármilyen. De miért mondaná ezt egy komoly ember, ha hamisítvány lenne? Neki mi érdeke van? Mondjuk, ha oké, tétező föl kamu hamisítvány, miért mondaná ezt a mexikói haditengerészet? Tehát az állásával játszik, a presztízsével. Azt mondja, hogy nem emberi. Az oké, de hogyha mondjuk tudná, hogy kamu. De nem emberi, tehát hogy nem tehát nem ha össze... kamu lenne, azt rámondaná. Azt valószínűleg azért rámondaná, azért ezek komoly csávók, nem? Azt írják még, hogy csontjaik könnyűek, mégis erősek, fogaik nem voltak, kadmiumból, illetve ozmiumból készült implantátumokat találtak a fog helyett. Figyelj, ha ilyenek jönnek majd Manhattan fölé meg Szabolcsba, az égre, ezek nem tűnnek olyan ijesztőnek. Szerintem ezekkel tudnánk barizni. Hát attól nem? Függ, hogy mekkora lézerfegyver van a kezében. Kicsi ember, kicsi akkora kéziányúval. Érted, hogy egyszer elsős van a Manhattan, ahogy a filmekben voltak. Oda Afrika, érted? Vége van mindennek. A 6 méter magas transformerszekbe fognak ülni a koponyájukba. Beszéltünk Ferivel, hogy én nem feltétlenül gondolom azt, hogy tényleg űrhajóval jöttek és halomra lőtték a nem tudom, a mezopotámiaiakat, meg a nem az egyiptomiakat. Tehát simán lehet, hogy egy előző itt élt valamilyen fejlettebb, okosabb, netán kicsit műveltebb civilizáció, aminek azért a maradványai, azért azok még mindig itt vannak és fellelhetőek a Földön. Sem magyarázat, se valóban elfogadott teória nincs, hogy ezek hogy készültek, hogy épültek. Csak tudjuk, hogy lehettek olyan civilizációk, amik a matematikába, a csillagászatba, a geometriába brutálisan otthon voltak, és olyan eszközeik voltak, és olyan tudásuk, amikkel meg tudtak építeni olyan dolgokat itt a Földön, amire mai napig nincs magyarázat. Tehát lehet, szóval, hogy lehet, ez nem egy másik bolygóról érkeztek, hanem egy hiányzó láncszem, mondjuk. Igen, egy előző civilizáció. Igen, előző civilizáció, valamikor sok százer évvel ezelőtt egy fejlettebb, magasabb kultúrával, tudással rendelkező olyan civilizáció, ami aztán a saját tudását mondjuk ugyanúgy, ahogy az ember maga ellen fordította, elpusztult, igen. Majd jött az embernek ez a faj, ami most
most van, és ugyanezt az utat járja végig, valamikor önmaga tudását önmaga ellen fordítva elpusztítja saját magát. A bolygó marad, megrázza magát, és jön egy újabb, valamilyen törzsfejlődésre állt a civilizáció, mert az, hogy oké, rendben van, az élet újra utat nyer, és kifejlődik megint valamilyen civilizáció. Így indulhatott az ember is, de miért ne lehetett volna mondjuk az ember, vagy a neandervölgyi előtt egy másik civilizáció, ami egyszer csak megnyomott egy piros gombot, és mondták neki, hogy Józsi, ne azt a gombot, ne. De Józsi megnyomta. Józsi olyan energiát szabadított fel, érted, amivel elpusztította a komplett civilizációt. Köszönjük szépen, és azt mondta, igen, az evolúció, hogy valójában... a természet, hogy rendben az ember. Akkor most jön az ember. Nézzük meg egy neandervölgyből, mi lesz. Itt ülünk most, és rádióműsort csinálunk. Valójában ezek tök kérdések. Én követem ezt, néha behozom, jó? Jó. Ha nagyon unjátok, tegyétek fel a kezeteket. Nem, ez most jó. Ez most jó. Maradjon ez a szín. Maradjon ez a szín, ez alá már nem menjünk. Balázsék a Rádió Egyen. Most már megnézem. Ezt most már tényleg megkövetem. Most a NASA tudósai mondják, hogy gyerekek, kérjük a testeket, és akkor majd mi nyilatkozunk. Most mondták, hogy odaadjátok, na akkor, akkor tényleg minden oké. Okay. Most kíváncsiak, hogy kihozzák-e Mexikóból ezeket a kis testeket. Mert most már ezt lekövetem, ezt a sztorit. Megnézzük, hogy mi lesz belőle. Izgi egyébként. Kik ezek a kis 40 centis lényecskék, nem? Én addig egy hangot nem iszek belőle, ameddig a Magyarság Kutató Intézetnél nem vizsgáltak. Professzor Dr. Öveges Lajos, a Magyarság Kutató Intézet vezető adjunktusa megvizsgálta a testek eredetét. Addig semmit, egy szót sem. Kiderült, hogy az Urálhegységből etel közből jöttek, és Árpád leszármazottai természetesen. Ők is magyarok voltak. Megyerék. Így van, megérkeztek. Igen. Ott voltak már etel közben, onnan jöttek, magyar származásúak a kis lények. Az egyik a kis huba, a másik a tos. Tehát meg a töltöm. Igen, a tojások benne, az egyensen rakta oda, töltöm. Így van. Lepetézett oda a belébe, az is magyar gyerekek, mindenhonnan mi ott vagyunk. Én vagyok a töltöm, ez a tojás betömöm. De szar. Na jó. Mindenhonnan, érted? Hát tudjuk, hát Mózes is magyar volt, mindenki magyar volt gyerek. Így van. Kovács Mózes. Nagypapa, mit gondol erről egyébként tényleg? Mocskos Brüsszel! Köszönjük szépen, nagypapa. Tessék nyugodtan tovább. Na jó. Fejteni a füles magad. Ha felé nincs itt, akkor mindig kicsit elszabadok a pokol. Nem is, most egész visszafogadtak voltunk. Feri a végén még elköszön, majd Istvánnal együtt. Kit hívunk? Ja, a naphallgatóját. Ez a robot, ez már nincs, ezt miért erőltetjük? Nem. Hiszel benne? Abszolút, fölveszi. István. Balázsék. Jézus Mária, te sziasztok. Hol vagy? Hello. Pillanat, mert kihangosítom vagyok. Aha. Na most jó. Most jó, mit csinálsz? CNC-n dolgozok. De nem Magyarországon. Jó. Nem. Annyira tudtam, de nem Magyarországon hallod? Nem. Hol dolgozol CNC-n? Marosvásárhely. Azt a mindenségét neki. Te jó. Joe, megy a meló? Megy, persze. Jó, nem vagy egy ideges típus. Igen. Bár most ezt szerintem se rejt lesz. Igen, ami most hogy beszélgetek az... veletek. Igen. Hogy hívnak, mondj egy keresztemet? Mátyás. Mátyás, a kedvenc sütimet írta meg? Igen. Na. Igen, a kaminyon. A kaminyon. Jó vagy. Köszönjük, örülünk neki. Igen, szójátéknak abszolút jó. Jó van, Mátyás. Egyébként milyen napod van, Mátyás? Hogy vagy? Mesélj egy kicsit. Szuper. Milyen szuper, a munkahely? Milyen a munka? Nagyszerű minden. Jó van, Mátyás, nem vagy túl bőbeszédű. Semmit, örülök. Nem, hogy... koncentrálok a munkára most már. Nehogy megint lekapd egy újjad, ahogy az előző hármat, mi? Igen. Most is egy újra tartom a telefon. Igen, már nincs meg a másik négy. Na jól van, jó munkát teked, Csövi. Köszi, szép napot. Ciao. Köszi vissza a cia. Mennyi lehet a púzus? A 3 percenként? Nem egy aggódós típus. Nem stresszel. Ott áll a CNC gép mögött, csinálja, csivágja, húzza, vonja, ahogy kell. Egy kiegyensúlyozott székely legény. Igen, ott áll mellett a góré írták. Na jól van. Gyerekek. Akkor jöttök a gyerekkel? Szerintem meglátogatunk. Jó. Megnézzük ezt a kis kamioncsodát. Most 6-kor beizzítom a grillt. Csináljál nekik valami finom vacsorát, be éhes lesz a kis pocakjuk. Egy meg a lecsónak, a camping, aztán azt megesszük a kereszteződésbe. Jó, jövünk egyébként. Úgyhogy érkezünk, valamikor meglátogatunk. Szakértő úr hozott nekem valamilyen főzőeszközt is, tehát hogy tepsit meg, illetve serpenyőt meg innen tudok levinni. Elmondom neked. Laska szűrőt tepsi szettet.
Jövök én nagy kamionszakit, hogy nem kell beindítani óránként. Rohadjak meg, ha annak lemerül az aksia, nem tud. Amire hát te fogod... az érdekel, hogy én a hidegbe is el vagyok. Így van, tehát, amire te fogod használni, egy kicsi rezsó, meg minden, az úgy kibírja, mint a húzat. Ez olyan aksi van, érted, hogy Paks 2-t beindítják. Tehát, hogy nem kell töltened. Nem kell beindítanod két óránként. Szerintem még ha fűtés is rajta egész, akkor sem fog lemerülni. Nem, szivatni akartak szerintem. Szerintem is, ezek nem akartak szivatni, hogy óránként kell fel, az indítózzál egy 10 percet. Igen. Na jó van, figyelj, akkor mi ébresztünk holnap reggel téged. Jöttök? Friss kávéval várlak benneteket. Valami, nyilván, valami azért a fél hétre készüljön el. Igen. Ezért egy jó reggelire, a holnap reggel is vevő vagyok. Azt gondolkodom, hogyha tényleg hozok egy kotyogót, hogyha mondjuk olyan 5-50 körül jöttök, vagy mit mondtam, mikor jöttök? Hát szerintem egy adásba indulunk, nekem negyed hétkor beébresztünk. Jó, ha negyed hétkor... Hát innen elindulunk 6-10-kor, szerintem jó. Nagyon durva a távolság, de egy 6-11-re nem vagyunk. Ha? Mert az jó, nem vagyunk olyan messze. Jó kotyogóval lefőznék nektek egy friss kávét. Igen, megint írt ez Kániás, hogy nem vicc a Volvo lemerül. Persze, jó, persze. Aha. Irigyek vagytok. De a Scania az nem. Négy aksis is kibír 24 órát. Ezért mondom, hogy szerintem az nem. Igen. Hát a fűtesz, akkor az lehet. De ezek az állófűtések, fűteni, hát a fene se tudja, nem tudom. Én meg tünde felfűtjük. Az meg a másik, hogy bemennek az érzes lányok. 2017-es azt hiszem, és jubileumi dedikált példány. Nem gyenge. És majd nézd meg. A tünde fotóit? Átgondolod a viszonyodat Kiszel tündével. Hát nem merem megnézni. Még súlyosabb lesz. Akuőrt vigyél. Aku 24 voltnál már illik indítani. Itt azért vannak szakikám. Tehát itt azért mindenki nagy szaki. Igen? Nem kell akuőrt. Én megmondom őszintén, hogy az semmi egészet... Én úgy kezelem az egészet, mint egy nagyon kényelmes esőbe állott a kék túra mentén. Tehát, hogy én itt nem fogok semmit beindítani. Semmi, nomádba kell nyomni. Mert ha egyszer beindítok valamit, hogy megkezdek nyomogatni valamit, abból biztos, hogy csak baj lesz. Ez tuti. És ne amortizáljuk már ezt a szép Volvo kamiont, nem? Nem örülnek, hogy Váberes úr. A Váberes úrnak már kicsit mindegy, hogy mi történik a kamionnyival, mert már nem. De mondjuk az is igaz, igen. Nem jóta. Igen, akkor... Boré, de mindegy, igazából. Akkor a tulajdonos úr. Jó, de tulajdonosok meg azért nem emlékeztem, hogy... Nem lesz semmi baj ennek a kamionnak. Nem lesz semmi baj ennek a kamionnak. Gyerekek, puszi, holnap jövünk. Jó, vigyázzatok magatokra. Ciao, ciao. Hello, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.